Megtudtam azt, hogy 2008. december 31-ig pusztán egy Kút utcai híd korláttal történő ellátása szerepel, és részleges felújítása. A későbbi időpontokra semmiféle fejlesztési és egyéb koncepciót nem kaptam. Az LKF fejlesztésekkel kapcsolatban ugye hallottuk, hogy az LKF projektek jó részt a keleti városrészbe fognak megvalósulni, aminek mikor először hallottam, örültem, aztán mikor megtudtam, hogy ez a zsolnai gyár így tart már, mint hogy a keleti városrész, akkor ugye eszembe jutott, hogy ettől keletebbre még van gyárváros, aztán legkeletebbre még Újhegy-Szabolcs, de hát ezt fogozni tovább nem lehet, van még Hírt, Somogy, Vasas, hát én ezt így elneveztem Távol-Keletnek. Ide Távol-Keletre nem igen jutnak el a pénzek, és azért beszélek most erről pusztán, mert ez a 10 millió forintos összeg, amiből egy kis rész Hírdre, Somogyra is, és Vasasra is kéne, hogy kerüljön, ez még arra sem elegendő, hogy a lakosságnak a közérzetét javítsuk. Hát tudnék még erről beszélni, de nem akarom húzni az időt. Kérem a közgyűlést, hogy felelős döntésével támogassa a módosító indítványt, és ezt nem tudom megmondani, ezért kérdem, hogy ügyrendben kezdeményezhetem-e azt, hogy név szerinti szavazást kérek. Ennél lényegesebb kérdések köszönöm. Köszönöm szépen. Befejezte az asztását? Igen, köszönöm annak szépen. Annak idején majd döntünk erről a kérdésről. Hozzászólásra megadom a szót Majdik Miklós úrnak. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Tisztelt képviselőtársaim, én hallgattam önöket, amint milliárdos hitelfelvételekről, több százmilliós ingatlan eladásokról, illetve visszavásárlásokról beszéltek. Itt tulajdonképpen a választókerületemben több száz embernek, illetve ezer embernek a jogos igényét próbálnám megtolmácsolni. A régi kertvárosi városrészt a közgyűlés védendő értéknek minősítette. A belső utak állapota méltatlan, és az ott lakók számára szinte elviselhetetlen állapotú. Ezeknek az embereknek könnyítené meg, és elvárható lenne a helyzete az általam javasolt módosító indítványa, amivel a régi kertváros belső úthálózatának felújítására 50 millió forintot forrást szeretnék az általános tartalék terhére elkülöníteni. Ezek az emberek a környező cégek jelentős terheit elviseli. Ebben a körzetben van az Elkotek, a Hauni, a Vásártér és a Pláza. Illetve szeretném még a választókerületből egy ott lakó polgár, Juhász István urat idézni, aki azt mondta, hogy a jó szándékot illik észrevenni. Volna még kettő javaslatom. A második a Jókai úti általános iskola tornaszobájának a kialakítására. A Jókai úti iskolában a meglévő tornaterem befogadó képességének a korlátai miatt az összes testnevelési óra megtartása nem biztosított. A diákok egy része a Szabadság utcai leromlott állapotú helységbe járnak át. Ez azt gondolom, hogy méltatlan mind az iskolához, mind a tanulókhoz. Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy 40 millió forinttal támogassa a Jókai úti általános iskola tornaszobájának a kialakítását. A harmadik javaslatom, a Móri Zsigmond tér világítás korszerűsítésére 10 millió forintot javaslok az általános tartalék terhére elkülöníteni. Itt a Móri Zsigmond téren közbiztonsági szempontból hátrányos helyzetben vannak az ott lakók. Több rongálás, gépkocsi feltörés, hajléktalan búvóhely megszüntetéséhez lenne elengedhetetlen, a meglévő világító testek felülvizsgálata és az újak felszerelése. Ehhez a városrészhez van közel az állomás, az árkád, a vásárcsarnok, az ott lakó emberek ezeknek az intézményeknek az áldásos, illetve a hátrányos tevékenységeit viselik el. És itt is szeretnék egy idézetet felolvasni, ami Petrich Csaba úr ügyvédjétől hangzott el, aki a tömegközlekedési RT igazgatója volt.
hogy egy hét temetkezési vállalat igazgatója volt, hogy mindez egy hétköznapi Volvo S60-as árát sem éri el. Kérem a támogatásukat, és köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, megadom a szót Erv József képviselő úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt közgyűlés, egy javaslatom lenne. Egy olyan probléma megoldását célzom a javaslatommal, amely már nagyon régóta húzódik, talán 10-15 éve eléggé akut probléma. A Rácvárosi templom és a Pázmány Péter utca között húzódó, használaton kívül lévő temetőnek a sorsáról van szó. Ez a temető sokáig, mivel használaton kívül volt, teljesen elgazosodott és elbokrosodott állapotban hajléktalanok és egyéb kisebb-nagyobb csoportoknak a tanyájául szolgált, amelyek kriptákat rongáltak, tehát semmiképpen nem volt tartható az állapot, amely ott volt. Szerencsére jött egy választás, és a választás előtt sikerült elérni, hogy a terület ki legyen takarítva, és egyfajta műszaki felmérést is végzett a temetkezési vállalat. Ezen terv alapján és a PVVRT-vel folytatott egyeztetések során egyértelművé vált, hogy a területnek a sorsa csak akkor oldható meg, ha kegyeleti parkká lesz alakítva, és kegyeleti parkként az egyház részére a terület át lesz adva véglegesen. Pillanatilag ugyanis a város tulajdonában van. Úgy gondolom, hogy ez a terület és a környéken lakók mindenképpen megérdemlik, hogy ezt a területet a város gondjaiba vegye, és egyszeri összeg ráfordításával kegyeleti parkot alakítson ki, valamint utána az egyház tulajdonába átadja, és ezzel tulajdonképpen a város egy nagy problémát is megold saját maga részéről. Ezért javaslom, hogy a kegyeleti park kialakítására a PVV ZRT-nek jutott pénzeszköz átadást növeljük meg 20 millió forinttal, és ez a 20 millió forint az általános tartalék keret terhére kerüljön átadásra a PVV ZRT-nek. Azzal, hogy ez az összeg természetesen csak a kegyeleti park kialakítására lehessen felhasználni. Kérem a tisztelt közgyűlés támogatását egy olyan probléma megoldásában, amit előbb-utóbb a közgyűlésnek és a városunknak úgyis meg kell oldania. Minél előbb, annál jobb. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Hozzászólásra megadom a szót Sarkadi Gábor képviselő úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én Pába Zsolt képviselő úr módosító javaslatához szeretnék szólni. Azt kell mondanom, képviselő, hogy elben tudom támogatni az ön módosító javaslatát, mely a Zsolnai Vilmos szobor felújításáról szól. Azonban ön megjelölt erre a plusz forrásra kereteket is. Többek között az informatika, hardware és szoftver beszerzésre vonatkozóan 20 millió forintot. Nem tudom, képviselő tudja-e, hogy ezen a soron milyen összeg, minek a fedezete szerepel? Azt gondolom nem, mert ha tudta volna, akkor biztos ezt a sort nem jelöli meg. Ezen a soron a logórendszer, azaz a városházának az egész számítástechnikai rendszere, iktató rendszere fut. Ez az összeg szolgál arra, hogy a szoftver támogatás és a minőségi fejlesztéseket megtegyék. Ön úgy minősítette a költségvetést, hogy csontváz költségvetés. Ha az ön javaslatát elfogadnánk, ez olyan, mint hogyha a kettes és hármas csigolyát kivennénk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, megadom a szót Kővár János úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Négy módosító indítványt szeretnék benyújtani a frakciónk nevében. Az első módosító javaslat egy akadálymentesítési alap létrehozásáról szól. Az általános tartalék terhére 30 millió forint előirányzásával. Indoklásként talán nem is kellene elmondanom, amit
leírtam a módosító indítványba, annál is inkább, mert minden képviselőtársam kapott, én úgy tudom, a Siketek és Nagyothalók Szövetségétől levelet, megkeresést, amiben jelezték, hogy az országos megszorító intézkedések következtében egy nagyon fontos hátrány érte őket is, többek között, ez pedig az, hogy a hallókészülék megvásárlásához jóval kevesebb támogatást tud adni a központi költségvetés. Ez 300%-os növekedést is jelenthet a kiadások tekintetében egy-egy hallókészülék esetében. Itt nevesítették is, hogy ez milyen jelentős összeget kívánna meg azoktól a nem halló embertársainktól, akik egyébként munkanélkül élnek legtöbben, ahogy ezt a felmérések is mutatják, és a jövedelmük nem engedi meg azt, hogy megvásárolják a számukra létfontosságú hallókészülékeket. Ez csak az egyik oka annak, hogy ezt az alapot kérem, hogy hozzuk létre. A másik oka az pedig az, hogy felmérést készítettünk a városról nemrégen az EUNET KHT-val együtt, egy-két évvel ezelőtt körülbelül, és csak a belváros felmérése után tapasztalhattuk, hogy a belvárosban mindösszesen alig 5%-a az épületeknek akadálymentes és használható kerekesszékes embertársainknak, vagy vakembertársainknak. Ez az állapot minden bizonnyal nem maradhat fenn, különösen nem maradhat fenn, megint csak Pécs 2010 Európa Kutas fővárosára hivatkozva, amikor vélhetően még az itt élőkön kívül számosan reméljük Európából és a világon mindenhonnan fogyadékkal élő emberek megkívánnák látogatni ezt a várost, és azzal szembesülnének, hogy balkáni állapotok uralkodnak ezen a téren. Tisztában vagyunk a költségvetés nehézségeivel, erről már hosszan vitatkoztunk. Ezért az összeg, amit megjelöltünk, nem akkora, amekkorából jelentős átalakításokat lehet elvégezni. Ezért a 30 millió forintot egy olyan bontásban kérjük beállítani, hogy 10 millió forint ebből azoknak a magánszemélyeknek a támogatására fordíthasson, akikről már beszéltünk, tehát akiknek hallókészülékhöz, egyéb segédeszközükhöz szükségük van segítségre, természetesen pályázati úton, és a másik, tehát a maradék 20 millió forintos keretet pedig javasoljuk szintén megpályáztatni, hogy ne csak 20 millió forint, hanem ez megsokszorozódhasson, ez az összeg, és nagyságrendekkel többel lehessen a városban legalább azokat az épületeket akadálymentesíteni, amik a mindennapi életvitelhez szükséges terek. Ezek között az oktatási, foglalkoztatási, szociális, művelődési intézmények, vagy akár más az életvitelhez kapcsolódó fontos szinterek. Tehát ez volna az egyik módosító javaslat. 30 millió forint akadálymentesítési alap. Korábban egyébként létezett hasonló alap a költségvetésben. Az előző évben szűnt meg, és az idén sem került beállításra. A másik módosító javaslat, illetve hát egy csomag, ez az iskolákkal kapcsolatos, egészen pontosan a szülőkkel és a családokkal kapcsolatos. Szintén olyan tételről beszélek, amely korábban még tavaly is benne volt a költségvetésünkben, méghozzá a céltartalékok között. Ez két olyan támogatás, ami nagyon nagy részt a nagycsaládos és a gyermeküket egyedülnevelő szülők segítségére, valamint a hátrányos helyzetű családok segítségére szolgált az elmúlt években. Az egyik ilyen az iskolakezdési támogatás. Mindannyian tudjuk, hogy tavaly, ha jól emlékszem, tavaly megszűnt ugye a 13. havi családpótlék, amit az iskolakezdéshez az ország költségvetéséből biztosítottak. Ezért különösen fontos lenne az, hogy a város költségvetésében megjelenjen egy olyan tétel, amiből a rászoruló családokat természetesen megint pályázati úton, illetve megfelelő körültekintéssel támogatni volna szükséges az iskola kezdéskor. Itt is mértéktartóan a tavalyi költségvetéshez hasonló méretű keretet javasoltunk, ez pedig a 40 millió forint volt az iskola kezdési támogatás vonatkozásában. A másik, talán ma önök is fölnyitották a Dunántúli Naplót, ha volt erre idejük, éppen ma is ebben egy cikket olvashatnak, amelyikben az ENSZ felmérése szerint a magyar gyermekek fele reggeli nélkül megy iskolába. Ez súlyos, tragikus helyzet,
ebben a helyzetben nem biztos, hogy arra a 35 millió forintos megtakarításra van szükség, ami a tavalyi évben volt beállítva az iskolatej program támogatására. Úgy gondoljuk, hogy ez a két tétel, ahogy annak idején a buszbérlet finanszírozásnál is az önkormányzat mérlegelte, hogy vannak olyan családok, akiknek nem szükséges támogatást adni, de vannak olyan családok, akik rászorulnak erre. No, erre a két keretre ugyanez igaz. Itt is meg kellene vizsgálni a rászoruló családok szükségét, és ebből a keretből támogatni őket a céltartalék terhére. És végül a harmadik csomag, amiről beszéltünk már, ez a 2007 évi költségvetési rendelet 20-as számú melléklete, nem 21-es, az 20-as, tehát itt valami félreértés lesz akkor, az maradt 20-as. Ugye a 20-as számú melléklet tulajdonképpeni módosítását kérte a szakszervezeti oldal vezetője, és ezt magam csak, mint képviselő megerősítettem ezt a kérést, hiszen rendeletről lévén szó, ezt írásban kell ugye a módosítást beadni, ő ezt nem teheti, mi megtehetjük, ezért írásban jeleztük, hogy nem az egész mellékletet, hiszen ezt elmondták a költségvetési osztály munkatársai, hogy nem lehet az egész mellékletet kivenni, mert azt hiszem az államháztartási törvény, ha jól emlékszem, előírja ennek a táblának a megjelenését, de azt nem írja elő, hogy ebben a táblában milyen számok szerepeljenek, és mikor kerüljenek be ezek a számok. No, erre tettünk javaslatot, hogy a pedagógus, illetve, bocsánat, az iskolai álláshelyek számának meghatározása az azért ne kerüljön most ebben a költségvetési rendeletbe bele, mert ahogy elhangzott Mexner képviselőtársamtól, folyamatban van most is az iskolák úgynevezte racionalizálása, átszervezése gondolata, reformkísérlet. Nyilván ennek következtében derül majd ki, hogy mely iskolákban hány álláshelyet lehet megszüntetni. Ha előbb megszüntetik az álláshelyet, és utána kerül átszervezésre több intézmény, akkor nem biztos, hogy kezelhető lesz majd ez az átszervezés folyamán. Hogy más nem mondjunk, példaként szerepel ugye az iskolai álláshelyek megszüntetése között olyan iskolánál is álláshely megszüntetés, amelyik nem is biztos, hogy megmarad. Tehát ezért indokoltnak látjuk azt, hogy ahogy a gazdasági társaságoknál is egy negyed évre van beállítva most a költségvetés, azért, mert a gazdasági társaságokat átvilágítják, és utána döntenek, hasonlóképpen javasoljuk itt is, az álláshelyek esetében, hogy először a koncepció készüljön el, és utána döntsenek az álláshelyekről. Tehát azt javasoljuk, hogy az álláshelyekre vonatkozó javaslat sort vegyék ki a rendelet 20-as számú mellékletéből. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Megadom a szót Sóh László bizottsági elnöknek. Köszönöm a szót, polgármester úr. Szeretnék az elhangzott módosításokra nagyon röviden reagálni. Az módosító javaslatra természetesen nem vállalkozhatom, azonban egy olyan átfogó mondatot szeretnék mondani, hogy az itt elhangzott módosítások többsége sajnos forráshiányban szenved, bár jó szándékban nem. Ezért ezeket javaslom, hogy az előterjesztők az illetékes szakbizottságokhoz terjesszék majd be a későbbiekben. Nagyon sok olyan lehetőség van a költségvetésben is, például a városrész rehabilitációs keret, amely majd ezután fog megnyílni lehetőség után, és akkor lesz felhasználható vagy a hivatal üzemeltetési vagy gazdálkodási kerete, vagy az a keret is, amit Gáspár Gabriella említett. Tehát ezért az elhangzott módosító javaslatok döntő többségének ezt a javasolt utat javaslom. Néhány közérdekű észrevételt szeretnék azért kiemelni. Már említettem Gáspár Gabriella nevét, az ő módosító javaslatát is természetesen a Kulturális Bizottsághoz, illetve a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságához javaslom továbbítani, hiszen valóban ezekkel a több éves szerződésekkel nem rendelkező ügyeket a jövőben szándékaink szerint ezek a bizottságok fogják saját hatáskörben kezelni. Tett azonban egy olyan érdekes felvetést, amely úgy gondolom, hogy közérdekű, hiszen új képviselők is vannak a testületben, ez az úgynevezett egyéni választókerületi alap felhasználása. Csak jelzem, hogy ez mindig is így volt. Tehát mindig a polgármester döntési hatáskörében szerepelt, azonban létezett egy olyan gentleman agreement ebben a testületben, hogy a
terület, a körzet megválasztott képviselője elsősorban illetékes arra, hogy az itt szereplő 1 millió forint felhasználására javaslatot tegyen a polgármesternek. Természetesen ennek van egy olyan kis pikáns előzménye is, hogy valamikor ez így szólt, tehát ez szinte törvény volt, hogy csak ő tehát rá javaslatot, azonban ez egy alkotmánybírósági vizsgálaton elbukott, tehát valamennyi képviselő jogosult, valamennyi települési képviselő jogosult javaslatot tenni a polgármesternek, valamennyi egyéni választókerület 1 millió forintjának a felhasználására. Tehát még egyszer ismétlem, általában eddig az volt a gyakorlat, hogy az ott megválasztott egyéni képviselőnek egy kvázi elsőbsége van, hogy javaslatot tegyen a keret felhasználására a polgármesternek. Nagy Csaba képviselő úr hangosan meditált itt, megosztotta gondolatait velünk Szopiáni terv ügyében. Úgy gondolom, ez is egy közérdekű kérdés, mert hiszen számos közterülettel kapcsolatos problémát mi is abban a keretben szeretnénk megoldani. Ezért nem mondhatom azt, hogy a Szopiáni terv biztosan meg fog valósulni, sem azt, hogy nem fog megvalósulni. Azt kell, hogy mondjam, hogy amennyiben megvalósul, akkor valóban nagyon sok választókerületi, közterületi kérdés megoldódik. Ha nem, akkor valami másnak kell a helyébe lépni. Ez a ha nem nyilván egy eredménytelenség esetén állhat elő, akár szakmai, vagy akár finanszírozhatatlansági okból lehet ez eredménytelen. Ez esetben nekünk, a városvezető koalíciónak valami más helyettesítő programot kell a közgyűlés elé behoznunk. Ugyanígy egy kiegészítő megjegyzést kell tennem Kablár János képviselő úr indítványára, ami a Pécsi Cigány Önkormányzat kérését tolmácsolta, tehát javaslom, hogy ezt a támogatási javaslatot is a Kulturális Bizottsághoz szíveskedjen továbbítani. Kablár képviselő úrnak van egy másik módosító csomagja is, egy csomag. Ennek első három pontja tekintettel arra, hogy polgármester úr Nyögéri Lajos elnök úr módosítását, illetve a saját módosító indítványát javasolja együtt szavazni a költségvetésben. Ebben megoldódik Kablár képviselő úr csomagjának első három pontja. A negyedik pontja, amely a kisebbségi társulás kisebbségi önkormányzatok által delegált tagjainak megbízási szerződésére vonatkozik, én javaslom, hogy továbbítsa a Költségvetési Bizottsághoz megvizsgálni ennek lehetőségét. És akkor végül hagynám azt a két javaslatot, amit a közgazdasági főosztállyal gyors egyeztetésben javaslok polgármester úrnak, hogy ő is támogassa. Ebből az egyik a már többször is szóba került módosító javaslat a Zsolnai szoborral kapcsolatban. Páva Zsolt képviselő úr javaslatával Sarkadi Gábor is egyetértett, én magam is egyetértek vele. Javaslom polgármester úrnak, hogy a módosító indítványt fogadjuk el, csak a sokrétű és megkifogásolt forrás megjelölést úgy vegyük figyelembe, hogy abból csak az egyiket, az általános tartalékot teljes összegében 30 millió forinttal, ezáltal nem sérül az informatikai keret. A javaslat második fordulatát is természetesen támogatom, hogy a tartaléklistán a Zsolnai szobor felújítása a fenti átcsoportosítást követően már csak 30 millió forinttal szerepel. Tehát Páva Zsolt képviselő úr módosító javaslatát javaslom elfogadásra ezzel a kiegészítéssel. És ismét visszatérnék Nagy Csaba úr másik észrevételére, amelyben a városi játszóterek állapotával foglalkozik. Valóban engem idézett, hogy nekem volt erre vonatkozóan ígéretem. Ezt most szeretném beváltani, és javaslom, hogy polgármester úr fogadja el, hogy a költségvetési rendelet mellékleteként szereplő határozati javaslatban egy új 11-es pontként a következő szöveg szerepeljen. Készüljön el a városi játszóterek átfogó rekonstrukciós programterve. Határidő 2007. június 30-a, felelős Balázsné Donát Aranka városfejlesztési főosztály vezetője. Köszönöm szépen a figyelmüket, a magam részéről ezeket tudtam támogatni. Köszönöm szépen, bizottsági elnök úr. Megadom a szót Nagy Csaba bizottsági elnök úrnak.
Köszönöm szépen. Itt a részletes vitában szeretném megköszönni Show elnök úrnak a javaslatát, hogy foglalkozni fognak itt a játszóterek kérdésével. Annyival szeretném, hogyha kiegészíteni, hogy itt az óvodai játszóterekre gondoltam én elsősorban. Azt gondolom, hogy a városi játszótereknél már egy folyamat elindult, viszont az óvodaiaknál talán még olyan mérvű nem, és én elsősorban az óvodai játszóterekre gondoltam. A másik válasz sajnos nem nyugtatott meg annyira, hogy mi lesz itt a Szopiáne tervvel. Én most szerettem volna beadni egy módosító indítványt, de sajnos, mivel az általános vitát ugye lezártuk, ezért ezt nem lehet, közölték velem, és hát ez sajnos így van a szervezet és működési szabályzat szerint. Úgyhogy remélem, hogy a Szopiáne terv megvalósul, és akkor az MSZP képviselőknek vagy képviselőjelölteknek is az ígérete, meg a fideszes képviselőknek is az ígérete talán meg fog valósulni egy vagy másfél éven belül, hogy ez a csomópont, ami most már a város egyik legveszélyesebb csomópontja, ahol számtalan súlyos baleset történt, talán jövőre vagy az azt követő évben már egy biztonságosabb csomóponttá válik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, megadom a szót mindunkáról képviselő úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Itt a részletes vita kapcsán bebizonyosodott az, hogy nem egyszerű egy költségvetést összeállítani itt a város számára. Gondolom, hogy ahányan vagyunk, annyiféle költségvetés születne, hogyha önállóan kéne összeállítanunk, de valamiféle kompromisszumot ki kell alakítani. Szinte minden módosító indítvány indokolt és támogatandó. A legtöbb gond a forrás oldalról van. Az egyszerűbb történet az, amikor az általános tartalékot jelölték meg forrásként. Így hirtelennyiben összeadtam, ez közel 200 millió forint. Gyakorlatilag el is osztottuk az általános tartalékot, hogyha ezeket mind támogatnánk. De hogy az előző mondatomat alátámasztom, hogy mennyire eltérőek a prioritásaink, azt jelzi azt, hogy frakción belül is azért eléggé eltérő álláspontok vannak. Engedjék meg, hogy ezt bemutassam. Huba Csaba úr teljesen indokoltan szeretné a részünk kormányzatoknak a támogatását növelni. Az általa megjelölt keret a kulturális rendezvényekre szól. Ezt megelőzően Gáspár Gabriella azt kifogásolta, hogy kevés ezekre a rendezvényekre fordítandó keret, ráadásul, mint kiderült, a folyóiratok és egyéb alapítványok támogatását is ebből kívánjuk megoldani. De ugyanez elmondható a másik oldalra is. Csizi Péter a sportra fordítandó összegeket keveselte, ami szintén indokolt, főleg az előző évhez képest. Ugyanakkor Gáspár Gabriella javaslatában ebből a keretből szeretett volna támogatást átcsoportosítani. Tehát ebből látszik, hogy még egy frakción belül is eltérő prioritások és fontossági sorrend van. Én úgy gondolom, hogy ez a most összeállított költségvetés egy kialakult kompromisszumnak az eredménye, és én elfogadásra javaslom az eredeti formában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a további szót, Gáspár Gabriella ügyrendi kérdésben kíván szólni. Köszönöm a szót. Mindum Károlynak szeretnék válaszolni, mivel személyesen meg tetszett szólítani. Azt szeretném mondani, hogy az ellentmondás látszólagos. Ugyanis az a baj, hogy hogyan néz ki az a sor. Hát egyszer oda van írva, hogy ifjúsági, civil és sport, akkor ebben van sport, meg civil, meg ifjúsági. Na most, hogyha én ebből a civil PC-zem ki, a Péter barátunk pedig a sportot, mert ő azt nagyon fontosnak tartja, és boldog attól, hogy végre ennyi van rá, attól én még gondolhatom, hogy ez a civil programokra is vonatkozik, mert hogy civil feladat ellátására is. Kérem szépen, ezeket a sorokat úgy kell megírni, hogy egyértelműek legyenek. Nincs ezzel semmi baj. Erre mondtam az általános vitába, hogy ez egy doboz, amiben nem tudjuk, hogy mi van. Van a költségvetésben jó pár ilyen doboz. Most az, hogy mi ilyen cizelláltan összehangoljuk, nyilván én a kultúrát fontosabbnak tartom, mint mondjuk Huba Csaba. Ez kétségtelen lehet, ő a részönkormányzatokat tartja mindenek felett fontosnak. Ő azt gondolja, hogy a fesztiválokra kár olyan sokat költeni, én meg azt gondolom, hogy az Európa Kulturális Fővárosa az egy fő projekt. És ezért, hogyha ő úgy gondolja, hogy a fesztiválokat kéne csökkenteni, és a részönkormányzatokat pénzét növelni, akkor én lehet, hogy azt mondom erre, hogy a fesztiválokat a részönkormányzatok területén kell tartani.
kérem szépen, ki lehet minden alól bújni, de azt mondom, hogy ha a sorok úgy vannak megfogalmazva, hogy sokféle beleértési lehetőség van, akkor bizony az előfordul, hogy az egyik ezt a részét emeli ki, a másik azt. Én azért jelöltem meg a civil része miatt, ezt legalább háromszor vagy négyszer elmondtam. Nem szeretném überelni a sport feneknek a koncepcióját, én megértem, hogy van, aki ezt nagyon szereti. Én meg azt gondolom, hogyha kevés a pénz, akkor bizony úgy kell egyértelműen ezeket a sorokat megállapítani, és erre törekedtem következetesen a módosításaimnál, hogy mindent külön soron jelöljünk. Ha a sport külön soron lenne jelölve, a civil feladatoktól eltérően, akkor azt gondolom, hogy ez a félreértés nem következne be. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát ez a gép nem tökéletes, mert a személyes megtámadtatást nem tudja kezelni, de majd javasoljuk a technikusoknak, hogy tökéletesítsék. Megadom a szót Páva Zsoltnak. Köszönöm szépen Sóbizottság elnök úrnak a pozitív reagálását, és természetesen elfogadom és tudomásul veszem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagy Csaba jelezte, hogy kíván szólni. Köszönöm szépen. Mindum Károly képviselőtársam felszólalása ürügyén vagy okán szeretnék még egyszer szólni. Én azt gondolom, hogy nem ok arra, hogy Gáspár Galbuti ellen Suba Csaba más gondol a költségvetésről, önnek arra, hogy ezt ne fogadja el. Tehát ön válogathat, melyik érvet, érvrendszert tartja támogathatónak. Az, hogy mi közülünk másképp gondolkodnak bizonyos kérdésekről, én azt gondolom, hogy ez a politika sok színűségét jelenti, és amikor én beléptem a Fideszbe, meg mondjuk megalakítottuk ezt a frakciót, nem írtunk alá semmiféle olyan nyilatkozatot, hogy a gondolatainkat innentől kezdve eldobjuk, és valamiféle vezérűrű után megyünk, és nem tesszük meg saját magunk belátása szerint az indítványainkat. És azt gondolom, hogy az se ok, hogyha van egy általános tartalékunk 683 millió forint, és erre különböző javaslatok, teljesen különböző javaslatok bejönnek 200 millió forint értékben, akkor mondjuk egy 10 vagy egy 15 millió forintos javaslatot ön ne szavazzon meg. Ezek persze érdekes érvek lehetnek, de ha egyenként megvizsgáljuk ezeket a módosító indítványokat, nem okok arra, hogy leszavazzák őket. Úgyhogy én kérem még egyszer önöket, hogy ezeket az indítványokat mérlegeljék, és próbáljanak meg belátásuk szerint akár egyiket, akár másikat elfogadni vagy elutasítani. Tehát minden lehetőség megvan rá. De azt, hogy globálisan az összes javaslatunk nem jó, elfogadhatatlan, azt egyszerűen nem tudom elfogadni, és nem hiszem, hogy így lenne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a részletes vita keretében kíván-e még valaki hozzászólni? Vagy pedig, igen, Huba Csaba, képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót. Ez a hetes sor, tehát a céltartalékok hetes sora, aminek a terhére adtam be a módosító indítványomat, pontosan azt tartalmazza, hogy fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások. Ha esetleg ebből a sorból történne az átcsoportosítás, én nagyon szívesen rendeznék ebből a pénzből Hirden Somogyon Vasason fesztivált, egyéb rendezvényeket, és támogatnék egy-két kulturális beruházást is. Jelenleg a csapadék vízelvezetésről és a rossz utakról beszéltem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mindul Károly képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót. Tehát úgy látszik, nem volt egyértelmű, amit elmondtam. Én egy szóval nem mondtam azt, hogy bármelyik javaslat indokolatlan lenne. Ezzel kezdtem a felszólásomat, csak hogy pontosítsak, hogy mindegyik javaslatot többnyire indokoltnak tartom. Egy-két kivétellel, és ha már szót kaptam, nem akartam kitérni rá, de mondjuk a Révész Mária javaslatát azért megfontolásra ajánlanám, mert érdemes lenne ezt egy akusztikai szakértőre bízni, hogy zajvédelem terén mi felel meg, vagy mi sem. Nem akar anélkül, hogy szakmai dolgokba belemennék. A zaj elnyelése nagy sűrűségű, testsűrűségű anyagokat szoktak használni, a fa az erre nem alkalmas. Arra jó, hogy eltakarja az utcát, de a zajt azt nem fogja megakadályozni. De ez kitérőt után még egyszer mondom, nem az módosító indítványok indokoltságát firtattam, csupán azt mondtam, hogy ahányan vagyunk, annyiféle prioritási sorrendet tudnánk felállítani, és erre hoztam fel példaként, hogy még egy frakción belül is különböző álláspontok vannak.
Én azt gondolom, hogy ezzel nem bántottam meg senkit. Ha igen, akkor valószínűleg félreértettek. Köszönöm szépen, megadom a szót Kővári János úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Kénytelen vagyok föltenni a kérdést a bizottsági elnök úrnak, vagy polgármester úrnak, hogy miért nem méltatják még válaszra sem a több mint 8000 embert érintő akadálymentesítési alap létrehozását, több száz családot érintő iskolakezdési és iskolatájprogrammal kapcsolatos javaslatot, és a költségvetési intézményekben dolgozók kérését arra vonatkozóan, hogy még ne szerepeljen az álláshelyek megszüntetése a költségvetésben. Nem tudom, mi az a nagyságrend, ami eléri az inger küszöböt ebben a teremben. Én legalább választ szeretnék kapni ezekre, hogy ezek méltathatók-e vagy sem, most nem, később igen, kérném a válaszát. Köszönöm szépen, talán elkerülte Kővár úr figyelmét, hogy én még ebben a kérdésben nem nyilatkoztam. Tehát ha kellő türelemmel viselkedik a közgyűlésen, akkor meg fogja hallani ebben a kérdésben az én válaszomat. Kérem, hogy legyen szívesebben korrekt, és szavazni is fogunk a kérdésekről. Az ön valamennyi felvetett kérdéséről szavazni fogunk. Jó, kérem, ezt vegye figyelemben. Megadom a szót Trombitás Károly úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én az általam benyújtott módosítóindítványt szeretném egy kicsit indokolni. És a költségvetés 11. számú mellékletének 26-os sorában választókerületi keret 24 millió forint összegben áll rendelkezésre, és eddig a szokásuk az volt, hogy a választókerületi pénzekre tehetett javaslatot az egyéni képviselő jelöltek, illetve bármely képviselő jelölt, de nyilván elsősorban az egyéni képviselő jelöltek tettek erre javaslatot. Én azt szeretném kérni, hogy a Bálicsi út 23/1 házszám előtt van Pécsvárosának egy olyan út szakasza, ami hát nehezen nevezhető útnak, inkább kátyúrengetegnek, és ez egy rövid zsákutca, aminek a megoldása szerintem nem jelent túl nagy anyagi terhet a város számára, amit szerintem így is és előbb-utóbb meg kell csináltatnunk, meg kell csinálni. Én azt javasoltam, hogy amire én javaslatot tehetek, az a 24 millióból 1 millió jut elvileg rám, mint egyéni képviselő, hogy én azt az 1 millió forintot szeretném, hogyha erre az útszakasz beruházásra fordítanánk, és ezt mindjárt konkrétan akkor be is írhatnánk talán a költségvetés megfelelő sorába, azzal a kiegészítése, hogy nyilván ebből az 1 millió forintból nem lehet megcsinálni ezt az útszakaszt, azonban Kelemen vezérigazgató úr a PVVRT-nél megígérte, hogy amennyit a képviselők felajánlanak, annyit ő mellé fog tenni az RT keretei közül, és hogyha figyelembe vesszük a lakosság hozzájárulását is ehhez az út beruházáshoz, így meg lehetne négyszerezni ezt a pénzt, ezt a városi forrást, ha jól tudom, tehát hogyha úttársaságot létesítenének ott arra néhány ingatlanra, aki ott ebben érintett, és úgy gondolom, hogy szerintem ennek nagy akadálya, én legalábbis nem látok, hogy ezt elfogadja a közgyűlés, és ezért kérem a közgyűlést, hogy támogassa ezen módosító indítványom elfogadását. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Trombitás úr, megadom a szót Erv József képviselő úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Miután már laza vitává alakul a módosító javaslatoknak a tárgyalása, szeretném én is megtámogatni az egyik javaslatot. Hoppál Péter 10. javaslatáról van szó, tehát az ő javaslat sorából az utolsó javaslat, amely Dugonics utcai óvodánra való, bejáratára való rácsfelszerelésről szól. Úgy gondolom, hogy mint területi képviselő nagyon jó javaslatot tett, mert egy akut problémának a tulajdonképpen csak felületi kezeléséről van szó, ugyanis már elhangzott itt, hogy tulajdonképpen hajléktalanok ellátása folyik azon a környéken, amelyet egyébként Pécs város közgyűlése
a helyszín miatt többször is elutasított, de más körülmények miatt mégiscsak ott valósul meg ez a beruházás, illetve folyik hajléktalan ellátás. Természetesen ez egy nagyon nemes dolog, ugyanakkor meg kell, hogy jegyezzem, hogy az óvoda bejárata úgy van kiképezve, hogy van egy kis beugró, ami védelmet nyújt szél, eső, meg egyéb ilyen időjárási viszontagságok ellen, ami miatt rendkívül vonzó éjjeli szálláshely egyes hajléktalanoknak, amelyek ott hagyják az éjszakai szállás nyomaikat. Na már most a következő lépés az, hogy reggel nyit az óvoda, és azzal kell kezdeniük elég gyakran a napot, hogy ezeket a nyomokat eltüntessék. Hát én úgy gondolom, hogy ez az előirányzott 900 ezer forint, ez a probléma csak egy kezdeti és felületes kezelését jelenteni, ha a közgyűlés elfogadná. Minden esetre az elfogadás egy abszolút pozitív üzenet lenne, hiszen egy teljesen specifikus óvodáról van szó, amelynek a gyerekeit messziről is hordják, tehát a szülők előbb-utóbb ezt úgy is mondjam, hogy rosszul veszik, hogy nincs megoldva, és a hajléktalanok továbbra is ugye azt teszik, amit tesznek. Kérem szépen a közgyűlés pozitív hozzáállását ennek a problémának a megoldásához. Köszönöm. Köszönöm szépen, Erb úr. Megadom a szót Só László bizottsági elnök úrnak. Köszönöm, polgármester úr. Három rövid reflexióm lenne. Kővári frakcióvezető úr említette, hogy nem reagáltunk a beadványára. Hát egyrészt ugye polgármester úr még élhet ezzel a lehetősége, másrészt sajnos részemről az ő módosító indítványa is abban az egy csokorban találhatók, amelyeknek nincs belátható forrása. Ennek a megoldása ugye vagy hitelfelvétel, vagy az egyetlen szabad forrással az általános tartalék felhasználásával történhetne. Ez az általános tartalék, én már korábban is említettem, hogy mi minden sokféle cél fedezetéül van, de a legnagyobb indok az, hogy 2008. december 31-ig kell, hogy szolgálja a feladatainkat. Ami nem olyan életbevágó fontos, hogy most egy utcának vagy egy adott intézménynek a kérdése, azokra ezen okból nem tudom javasolni az általános tartalék felhasználását. Ugyanakkor hadd emlékeztessem még egyszer arra, hogy az egész év még előttünk van, tehát sorozatos bizottsági és közgyűlési előterjesztések készülnek majd egy-egy szakterületre, és ennek keretében én remélem, hogy a javaslatok többsége meg tud majd valósulni. Trombitás Károly képviselő úr nem volt itt, amikor itt az egyéni választókerületi alapfelhasználásáról értekeztünk. Számára szeretném megerősíteni, valóban úgy van, hogy az egyéni képviselő elsődleges a javaslattételt illetően, azonban az eddigi hagyományoknak megfelelően soha nem a közgyűlés dönt arról, hogy az 1 millió forintot mire használjuk. Ennek a kialakult gyakorlata, hogy a javaslatok befutnak polgármester úrhoz, és ha ő egyetért vele, akkor mehet akár melyik céghez ez az összeg. Kérdés, hogy ott a fogadókészség megvan erre. Nagy Csaba képviselő úr pedig egy picit visszamódosította volna az én javaslatomat, amit én persze nem fogadok el, mert az én halmazom, tehát a városi játszóterek sokkal nagyobb, mint az övé az óvodai, és sajnos az egészről kell rendelkeznünk. Köszönöm is a figyelmeztetését, hogy ez ügyben nem intézkedtünk még. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a részletes vita keretében kíván-e még valaki hozzászólni. Amennyiben nincs, akkor a részletes vita lezárásaként válaszolok Kővári úr által már hőnóhajtott kérdésekre. Hát ilyenkor van könnyű dolga az ellenzéknek, bevallom őszintén, mert úgy gondolom, végignéztem az arcon a másik kormányzó oldalnak a képviselőin is, hogy nagy valószínűséggel mindenki a saját maga körzetébe legalább ennyi, vagy még ennél több beruházást, felújítást igénylő javaslatot meg tudott volna fogalmazni. De azért azt valljuk be őszintén, hogy egyetértve valamennyi felvetéssel, amit képviselőtársaim felvetettek, hogy valamelyik útszakasznak vagy valamelyik intézménynek a területén felújítani valamit. Nem vagyok benne biztos azonban, hogy ez a teljes kör. Tehát én általában nem vagyok annak híve, hogy egy városi rendszerből kiemelünk egyes elemeket, és döntünk benne, és csupán csak azért döntünk benne, mert aki helyesen megtette, leleményes volt.
de én azt javaslom, a legtöbb javaslatnál erre majd visszatérek, hogy az ilyen kérdéseket, amelyek felújítással, intézmény felújítással, vagy útfelújítással kapcsolatos kérdés, azokat rendszerbe kezelve szedjük össze, a hivatal munkatársait, az illetékes bizottságoknak az elnökeit megkérnem, hogy komplexen tekintsék át, mert nem vagyok én bizalmatlan, én is megbízok minden indítványtevőben, mint Gáspár Gabriella bennem, de úgy gondolom azért, hogy egy közgyűlési módosító indítványként ma reggel benyújtott 9 vagy 10 millió forintnak a megalapozottsága az erőteljesen kérdéses. Főleg a műszaki tervezést igénylő ügyekről van szó, vagy pedig előkészítésről, ott azért alaposan meg kell vizsgálni, hogy valóban az összeg, amit javaslunk, az elegendő annak a feladatnak a végrehajtására, vagy pedig nem. Elméletileg én teljesen egyetértek Trombitás képviselő javaslatával is, de úgy gondolom, hogy ha az lesz a döntés, hogy abban a körzetben az idei 1 millió forintos keretet erre az egy célra akarja felhasználni a körzetnek a képviselője, én támogatom, meg egyetértek vele, azért szeretném látni annak a garanciáját, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges többi forrás rendelkezésre áll ebbe az évben, kell-e még hozzátenni valamit. Nagyon szívesen közreműködök én is abban, hogy szerezzünk további forrásokat a PVVRT forrásait leszámítva, mert úgy gondolom, hogy félig, és ebben szintén szeretnék váltani, félig előkészített és félig megtervezett dolgokat nem szabad elindítanunk. Ha valamit csinálunk, akkor ezt próbáljuk meg teljesen korrektül végigtenni és végigcsinálni. A módosító indítványok tekintetében, és hozzáteszem valóban, amit Kővár úr is elmondott, hogy higgyék el, hogy nekem is személy szerint fontos minden feladatnak az elvégzése, de amíg nem látom ennek a feltételrendszerét, addig nagyon nehezen tudok benne dönteni. Éppen ezért, amit Kővári úr is javasolt az iskolatai akciónak a kérdésében, vagy amit a Szociálbizottság már megkapott feladatban, hogy a hátrányos gyerekeknek a segítése, iskolakezdési támogatása, vagy iskolába jutását dolgozza ki. Ezekre a kérdésekre már részben van előzetes döntés, illetve vissza fogunk térni. Azt kérem, hogy ezeket a kérdéseket az illetékes szakbizottságok tárgyalják meg, és a következő, a költségvetés módosításánál ezekre a kérdések térjünk vissza. Amit előterjesztőként be tudok fogadni, a következő. Természetesen már említettem, hogy az általam előterjesztett módosító indítványok, amelyek az elmúlt napokban a kisebbségi önkormányzatokkal, valamint az érdekvédelemmel történt tárgyalások alapján módosították az általunk előzetesen beterjesztett költségvetést. Ezeket ma reggel megkapták képviselőtársaim, ezeket miután én terjesztettem elő, erről nem kell külön szavazni a közgyűlésnek. Említettem azt is, hogy Sóh László képviselő úrnak a módosító indítványát, valamint Nyögér Lajos módosító indítványát be tudom fogadni és el tudom fogadni. Említettem azt is, hogy illetve korábban nyilatkoztam, hogy Kabler János módosító indítványának az első három pontját személy szerint be tudom fogadni. A negyedik kérdéspontot azonban további pontosításra szeretném visszaadni, azzal, hogy a költségvetésnek az első módosításakor tudunk ebbe dönteni, mert meg nem nevezhető, összegszerűen meg nem fogalmazható összeget, nagyon nehéz, összegről nehéz dönteni. Nem tudjuk, hogy 5 millió forintról van, vagy 10 millió forintról, tehát ha pontosítja a bizottság javaslatát, vagy a tanácsnak javaslatát a indítványtevő, akkor erre a későbbiekben vissza tudunk térni, de ezt az első költségvetés módosításánál tudom kezelni. A módosító indítványok közül Bognár László módosító indítványát, amelyik nem a költségvetés módosította, hanem az intézmény létszámleépítések nagy számára tekintettel az önkormányzat cselekvési programot dolgoz ki. Ezt a határati javaslat 4/D pontjába befogadom. Részben erre utalt alpolgármester úr is, hogy hasonlóan gondolkodtunk már az előkészítésben. Tehát a határati javaslat 4/D pontjaként javaslom befogadni. Páva Zsolt módosító indítványát jelezte már Sóh László is, hogy befogadta, azzal a eltéréssel, illetve azzal a pontosítással, hogy a forrás megjelölést az általános tartalék teljes terhére kívánja megvalósítani. Gáspár Gabriella két módosító indítványát, amelyik a határati javaslatnak a módosításának a pontosításra vonatkozott, nem tudom elfogadni és nem tudom befogadni. Kővári úrnak a rendelet módosítására vonatkozó javaslatát, hogy vonjuk vissza, szintén nem tudom elfogadni. Az összes többi módosító indítványt szintén nem tudom befogadni, illetve előterjesztőként elfogadni.
hanem a javaslatom az, hogy a költségvetés első módosításakor ezeknek az alapos megvizsgálása, elemzése és a többi felmerülő igényekkel együttesen történő kezelésekor térjünk vissza. Az a kérésem, illetve javaslatom, hogy ezeket nem befogadva a költségvetés első módosításakor tárgyalunk a javaslatokról. Megkérdezem, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban észrevétele van-e, és mielőtt a szavazásra rátérnénk majd, jelezném azt, hogy Huba képviselő úrnak az ügyrendi indítványáról, amelyik a név szerinti szavazásnak a kérdését erre irányult, majd külön szavazunk, ügyrendi szavazást tartunk. Megkérdezem, hogy Kablár János ügyrendi kérdésben kíván szólni. Köszönöm a szót, polgármester úr. A szocialista frakció szavazás előtt kér 5 perc szünetet. Köszönöm szépen. Szavazás előtt még Só László jelezte, hogy kíván szólni. Köszönöm, polgármester úr. Volt még egy javaslatom, amit az ön elfogadására ajánlottam. Ez Nagy Csaba képviselő úr módosító indítványa, amit én szintén a határozati javaslat 11 pontjaként a városi játszóterek átfogó rekonstrukciós programjaként kértem öntől. Köszönöm szépen. Igen, bocsánat, elfelejtettem, tehát Nagy Csaba módosító indítványát is befogadom természetesen. Köszönöm szépen. Révész Mária, frakcióvezető asszony. Tisztelt polgármester úr, nem hallottam, hogy reagált volna arra a felvetésemre, illetve arra a módosító javaslatomra, amiben az ön tisztségviselői keretét, polgármesteri keretét jelöltem meg forrásnak 5 millió forint erejéig a Tüzér utcai szociális otthon hangvédő kerítésének a megoldása érdekében. Amennyiben polgármester úr nem tudja ezt a módosító javaslatomat támogatni vagy befogadni, akkor kérem, hogy egyeztessünk egy időpontot egy személyes látogatásra a Tüzér utcai szociális otthonba. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor megpróbálom a frakcióvezető asszony számára egyértelműen pontosan megmondani a választ. Tehát miután abba a körbe tettem az ön által javasolt 5 millió forintos kérdést, hogy nem zárom ki, hogy a későbbiekben erre visszatérjük a költségvetés módosításakor, most azonban nem tudom befogadni, tekintettel arra is azért, hogy a Fidesz frakció eléggé nagy lelkű volt a polgármesteri keret tekintetében, kb. Háromszorosan költötték el a mai nap folyamán javaslataikkal a 30 millió forintos keretet. Ezt nem tudom eldönteni, hogy önök javaslataiból most melyik az, amik a legfontosabb. Éppen ezért azt gondoltam, illetve azt mondom, hogyha önök is tudnak egyeztetni, és elvégeznek egy számítást, hogy a 30 millió forintból mi az, amit önök támogatnak, és első helyre rangsorolnak, vagy a keretbe belefér, akkor térjünk vissza. Tehát nem zártam ki sem egyetlen egy javaslatát a Fidesz frakciónak, valamennyit nagyon fontos közérdekű kezelésnek tartok, de azt mondtam, hogy a mai költségvetés elfogadásakor ezt nem tudjuk kezelni, hanem a költségvetés módosításáig az összes többi felmerülő és várhatóan jelentkező hasonló igényekkel együtt kezeljük, és akkor térjünk rá vissza ezekre a kérdésekre. Tehát ma nem tudom befogadni az ön javaslatát se, azokon kívül, amiket befogadtam, a többi javaslatot nem tudom befogadni, és természetesen nagyon szívesen egyeztetek önnel egy külön időpontban. Nagy Csaba képviselő úr. Köszönöm szépen, polgármester úr. Mivel Só László képviselő úr tett egy indítványt, amit befogadott a költségvetési rendelethez tartozó határozati javaslat sorba, és azt gondolom, hogy az ügy mindenképpen előre megy, bár pénz meg nincs rá, ezt azért zárójelben megjegyzem, de tekintve, hogy mégiscsak az a véleményem, hogy ezzel előre fog menni ez az ügy, én bízom abban, hogy majd találunk évközben rá forrást, úgyhogy akkor a módosító indítványomat ezzel visszavonom, abban a reményben, hogy akkor valódi előrelépés történik ebben a kérdéskörben 2007-ben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, további hozzászólások. Amivel én csak az MSZP frakció kérésére tárgyalási szünetet rendelek el. Kedves nézőink, az MSZP frakció kért most 5 perc szünetet. Eddig a képviselők a költségvetés részletes vitájának keretében ismertették módosító indítványaikat. Ezek főként kulturális jellegű, valamint az infrastruktúrát érintő plusz finanszírozásokat fogalmaztak meg. 2007-ben egyébként 36 milliárd forintból gazdálkodhat a város, ha a képviselők ma megszavazzák a költségvetést.
egyes pontról szavazunk, mert azt nem fogadtam be. Kedves nézőink, folytatódik a költségvetés részletes vitája. Most a benyújtott módosító indítványról szavaznak a képviselők, és ezután döntenek majd az egész büdzséről. Következő körben szavazunk a szintén Kablár János módosító indítványáról, a Rácz Aladár közösségi ház céljára 2 millió forintos támogatás megítéléséről. Kérem, hogy szavazzunk az indítványról. Most lehet szavazni. Tizennégy igennel, 18 nemmel és 5 tartózkodással indítványt a közülés nem fogadta el. Következő szavazás Révész Mária frakcióvezető asszony javaslata a Tüzér utca érintett szociális intézmények kerítésének felújítására. Erről az indítványról szavazzunk. Most lehet szavazni. Négy igen, 20 nem és 2 tartozással az indítványt nem fogadta el a közgyűlés. Következő indítvány szintén Révész Máriáé a Tibor utcai csapadékelvezetés és járdaépítésére és tervezésére 5 millió forint. Kérem, hogy erről a módosító indítványról szavazzunk. Most lehet szavazni. Tizennégy igen és 21 nem, és 2 tartózkodással az indítvány nem fogadta el a közgyűlés. Következő módosító indítvány Hoppá Péter módosító indítványa 10 pontban képviselők számára rendelkezésre áll. Most lehet szavazni. Tizennégy igen, 21 nem és 1 tartózkodással az indítvány nem fogadta el a közgyűlés. Felhívták a figyelmet, hogy külön-külön kell szavazni, tehát akkor ezt tekintsük az első pontnak a szavazásnak. A kettes pontban Bokor utca keleti oldaljárda járda felújításról kérem, hogy most szavazzunk. Most lehet szavazni. Tizennégy igen, 22 nem és 1 tartózkodással az indítványt nem fogadta el a közgyűlés. Hármas tétel, Zsinkó István utca 3-5 szám alatti járdafelújítás, parkolásgátló, cölöpök kihelyezése. Javaslat. Kérem, hogy most szavazzunk. Tizennégy igen, 21 nemmel és 1 tartózkodással indítvány nem fogadta el a testület. Négyes pont, Felsővámház utca új aszfaltjának esőelvezetésének javítása. Javaslat. Kérem, hogy szavazzanak. Tizenhárom igen, 23 nemmel az indítvány nem fogadta el a testület. Ötös számú javaslat, Felsővámház utcai általános iskolánál fedett autóbusz megálló kihelyezése.
Most lehet szavazni. Három igen és 20 nem, 2 tartózkodás mellett az indítvány nem fogadta el a testület. 6-os pont, szeméttávú edények telepítése a Felsővámáz utca mindkét oldalára. Most lehet szavazni. Három igen, 22 nem szavazattal az indítvány nem fogadta el a testület. 7-es számú javaslat Alsó-Balokány utca csapadék elvezetése témakörben. Kérem, hogy szavazzanak. Három igen és 22 nemmel az indítványt a testület nem fogadta el. 8-as számú javaslat a Felső-Balokány és az Alsó-Balokány út közötti átkötő út téglatermésű útburkolatának cseréje aszfaltozással. Kérem, hogy szavazzanak. Három igen és 23 nemmel az indítvány nem fogadta el a testület. 9-es számú javaslat, a 3-as számú Törpike bölcsőde Varga Damian utca 2 udvari játszóterület kialakítása. Most lehet szavazni, kérem, hogy szavazzanak. Tizennégy igen, 22 nem, és egy tartózkodással a indítvány nem fogadta el a testület. Utolsó 10-es számú javaslat a Hoppá képviselő úrnak. A Német Kisebbségi Önkormányzat óvodája Dugonics utca 21 bejáratának hajléktalan távol tartó rács építése. Most lehet szavazni. Igen, 21 nem és 2 tartózkodással az indítványt a testület nem fogadta el. Következő módosító javaslat, Pávas Zsolt képviselő javaslata a Zsolnai szobor felújításával kapcsolatban, azzal a módosító kiegészítéssel, hogy az általános tartalék terhére történne a teljes forrás biztosítása. Ezt javasolta a bizottsági elnök úr is. Kérem, hogy ezt én befogadtam, akkor erről nem kell szavazni. Akkor erről nem szavazom. Következő javaslat, Pávas Zsolt, nem, Bognár László javaslata, a hatati javaslat 4-es pontjával való kiegészítésével, erről majd a hatati javaslatnál egybe szavazunk. Következő javaslat, Bognár László javaslata, az iskolában járó diákok részére a lakóik és iskolák közötti buszközlekedés ingyenes igénybevételére vonatkozó javaslat. Kérem, hogy a javaslatról szavazzunk. Most lehet szavazni. Tizenöt igen, 22 nem és egy tartózkodással a jövőben nem fogadta el a testület. Következő, Bognár László javaslata, Magyarországi útra a Fülemüle utca déli és északi becsatlakozása közötti járda kivitelezési költségéhez 15 millió forint. Kérem, hogy szavazzunk a javaslatról.
15 igen, 22 nem és 2 tartózással javaslat elutasításra került. Következő javaslat a Pázmány Péter úti általános iskola elé, a Pázmány Péter útra figyelmeztető jelzőlámpa áthelyezése. Kérem, hogy szavazzanak. Igen, 22 nem és 1 tartózkodással a javaslatot a testület nem fogadta. Nagy Csaba javaslatát visszavonta, erről nem szavazunk. 12-esként, nálam 12-es gyerek, Gáspár Gabriella módosító indítványa. 1-es, Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány számára pénzeszköz átadás főirat kiadás támogatása címén. Szavazzanak. Következő Renkó lesz. Tudjátok, 15 igen, 21 nem és 2 tartozással javaslat elutasításra került. 2-es, a ECHO Regionális Kultúrafejlesztési Alapítvány számára pénzeszköz átadás. Kérem, hogy szavazzanak. 15 igen, 20 nem és 3 tartózkodásra javaslatot nem fogadta el a testület. 3-as pont, jelenkor alapítvány számára pénzeszköz átadás folyóirat kiadás támogatására. Kérem, hogy szavazzanak. 15 igen, 20 nem és 3 tartózkodással javaslatot nem fogadta el a testület. Következő indítvány Kulturális Bizottság számára 5 millió forint keret biztosítása. Szavazzanak. 14 igen, 22 nem, és 1 tartozással a határozat javaslat elutasításra került. A hatati javaslat 5-ös pontot a határozatnál fogjuk megszavazni. Most a 6-os pontban jelzett rendelet módosításról kell szavaznunk. Tehát Gáspár Gabriella 6-os számú javaslatáról kell szavazni. Kérem, hogy szavazzanak. 14 igen, 23 nem szavazattal nem fogadta el a testületől indítványt. 7-es pontként jelölte meg Gáspár Gabriella a Közelítés Művészeti Egyesület támogatását. Kérem, hogy szavazzanak. 15 igen, 21 nem. És 2 tartozással a javaslatot a testület nem fogadta el. Következő módosító javaslat Huba Csaba képviselő javaslata. Ezt megelőzően ügyrendi szavazást kérek abban az indítványban, hogy név szerinti szavazást szavazzon erről a kérdésről. Kérem, hogy ebben a kérdésben szavazzon a ügyrendi szavazás arról, hogy a Huba Csaba indítványáról név szerint szavazzunk el. Kérem, hogy most szavazzanak.
16 igennel és 21 nem, 2 tartózkodás mellett az ügyrendi indítvány nem kapta meg a többséget. Kérem, hogy most pedig akkor Huba Csaba módosító javaslatáról szavazzunk. Most szavazzanak. Igen, 22 nem és egy tartózkodással a javaslatot nem fogadta el a testület. Következő indítvány Majdik Miklós képviselő javaslata a régi Kertváros belső úthálózatának felújítására. Kérem, hogy szavazzanak. Igen, 22 nem és egy tartózkodással nem került elfogadásra. A következő módosító indítvány a Jókai Általános Iskola tornaszobájának kialakítására 40 millió forint, szintén Majdik képviselő úr javaslata. Kérem, hogy szavazzanak. 15 igen, 22 nem és egy tartózkodással ez a javaslat sem került elfogadásra. Majdik Miklós képviselő következő javaslata Móricz Zsigmond tér világítás korszerűsítésére 10 millió forint biztosítása. Kérem, hogy szavazzanak. 16 igen, 23 nem szavazattal az indítvány nem fogadta a testület. Következő módosító javaslat, Erb József képviselő javaslata, a Rátszalosi használaton kívüli temető kegyeleti parkja alakítására. Kérem, hogy szavazzanak. 16 igen, 22 nem és egy tartózkodással az indítvány nem került elfogadásra. Következő javaslat Kővári János frakcióvezető javaslata az általános tartalék terhére 30 millió forint akadálymentesítési alap betervezésére. Kérem, hogy az indítványról szavazzunk. Igen, 19 nem és 3 tartózkodással javaslat elutasításra került. Következő módosító indítványa szintén Kőváró János frakcióvezetőnek céltartalék terhére 40 millió forint iskolakezdési támogatásra. Igen, 23 nem, mert az indítvány nem került elfogadásra. Kővári János 3-as számú módosító javaslata a céltartalék terhére 35 millió forint az iskolatejprogram támogatására című javaslat. Kérem, hogy most lehet szavazni. Igen, 22 nem és egy tartózkodással javaslat nem került elfogadásra. A rendelethez kapcsolódó módosító indítványa a Kővári János frakcióvezető úrnak a rendelet 20-as számú mellékletében szereplő javaslat törlése a rendeletből.
Kérem, hogy szavazzanak. Igen, 23 nem, nem került elfogadásra. Utolsó módosító javaslat a rendelethez, a Fidesz frakció, a Fidesz-KDNP frakció javaslata a Bálécsi út 23/1 előtti út beruházása, elindítása tárgyában. Kérem, hogy szavazzanak. Igen, 22 nem. Tartozás nélkül a indítvány nem került elfogadásra. Jó, kérem, hogy most akkor a módosított indítványokkal befogadott rendeletről szavazzunk. Tehát kérem, hogy szavazzunk a rendelet egészéről a módosító, befogadott módosító indítványokkal együtt. Most lehet szavazni. Igen. 22 igen, 17 nem. Szavazattal a rendeletet a közgyűlés elfogadta. Rátérünk a határozatra, a rendelethez kapcsolódó határozattal ról történő szavazáshoz. Először javaslom, hogy szavazzunk Gáspár Gabriella módosító indítványáról az ötös, az általa ötös pontban javasolt határozati javaslat kiegészítésről. Most lehet szavazni. Tizenkettő igen, 22 nem, és egy tartózkodással a módosító indítványt a testület nem fogadta el. Tekintettel, hogy a többi módosító indítványt Bognár képviselőjét befogadtam, kérem, hogy ezeknek a befogadott javaslatoknak a figyelembevételével a módosított határozati javaslatról szavazzon most. Szépen 23 igen szavazattal, 16 nem szavazattal, tartozás nélkül a rendelethez kapcsolódó határozatot elfogadta a közgyűlés. Köszönöm szépen a munkájukat. 7 óra 14 percet fordítottunk a költségvetési rendelet megvitatása és elfogadására. Rátérünk a 3. számú napirendi pontra. Pécs megyegyú város 2007-2008 évi akcióterve. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy az előterjesztéshez módosított határozati javaslat került kiosztásra. Az előterjesztéshez hosszabb... Az előterjesztéshez hosszabb szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni, tekintettel arra, hogy az anyagban mindent leírtunk. A bizottsági üléseken pedig kollégáim Kovács Katalin és az EcoVortex képviselői minden kérdésre válaszoltak. Azt szeretném ismételten elmondani, hogy ez egy tervezési munkának az első szakasza. Első körben a regionális fejlesztési tanács és ügynökség kérésére a NFT2-höz kapcsolódó programokat kell terveznünk. Éppen ezért vált sürgősé, szükségesé az előterjesztés. Természetesen a későbbiekben mind az önkormányzati képviselők, a hivatal munkatársai, és az együttműködő partnerek, szervezetek, gazdasági kamarák, kistérségi társulás részvételére, és a tervezési folyamatnak a pontosításában számítunk a részvételükre.
Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés van-e? Amilyen kérdés, Siklászló Lajos kérdést kíván föltenni? Kérdés nincsen, akkor hozzászólás az előterjesztéshez. Megadom a szót Siklászló Lajosnak. Nem találja meg a hangerőt. Na, most jó. Sikerült. Gratulálunk. Köszönöm szépen, polgármester úr. Nagyon jó esett ez a biztatás. Polgármester úr, tisztelettel szeretném a módosító indítványával kapcsolatosan egy pontosítást tenni, és hogyha volna kedves befogadni, ugyanis a bizottsági ülésen a nem Mecsek-Szentkút művelődési házról, hanem Szabolcs, tehát Pécs-Szabolcs művelődési házról volt szó. Igaz, hogy Szenthely, de meg Kut is van ottan, de pontosítottan Pécs-Szabolcsról volna szó. A módosító indítvány harmadik bekezdő pontjában. Köszönöm szépen, képviselő, a pontosítást, elnézést a elírásért. Természetesen befogadom a módosító indítványhoz kapcsolódó pontosítását. További hozzászólások, észrevételek. Amiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésről. Szavazzunk, figyeljetek ide. Kérem, hogy most szavazzanak. Huszonkettő igen, 11 nem és 2 tartózkodással az előterjesztést az önkormányzat elfogadta. Átérünk a következő napirendi pontra. Nagy kiállított ér módosított tervpályázat meghirdetése. Az előterjesztést e-mailben megkapták képviselőtársaim. Előterjesztőként szóbeli kiegészítésem az előterjesztéshez nekem nincs. Megkérdezem képviselőket, hogy kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban van-e? Szólhatok? Annyit szeretnék mondani mindösszesen, hogy e-mailben ugyan nem kaptuk meg, de szerencsére papír alapúan hozzájutottunk, ha máskor nem tegnap, ugyanis nem értek oda az e-mailek. Tehát egyetlen e-mailbe ígértet sem kaptam meg én személy szerint, de tudom, hogy több frakciótársam sem. Miközben e-mail címemet megadtam. Köszönöm. Köszönöm szépen. Többen jelezték számomra azt is, hogy többen jelezték ezt a problémát, az e-mail kapcsolattal probléma volt. Az a kérésem a hivatalhoz, hogy a mai nap folyamán, itt holnapi nap folyamán kerüljenek pontosításra az e-mail címek, illetve nézzenek az informatikai csoport, hogy a kapcsolatban mi a probléma, és mint minden új rendszer kialakításánál vannak zavarok a rendszerben, vagy előfordulhatnak, ezért bízok benne, hogy a március 1-i közülés anyagai rendben minden e-mail címre és az önök által javasolt e-mail címre oda fog érni kellő időben. Elnézést a kellemetlenségért, tehát a Révész Mária frakcióvezető asszony. Tisztelt polgármester úr, rövid leszek. Öröm számunkra, hogy ez az előterjesztés már végre bekerült. Ugye, jól emlékszem, decemberi közgyűlésen, nem, november 30-ai közgyűlésen hozott döntést a közgyűlés a nagy kiállító térrel kapcsolatban, a tervpályázatával kapcsolatban, és hát észleltük, és kérdést is tettem föl az elmúlt közgyűlésen a polgármester úrnak, hogy mi történik, hiszen a határidő lejárt a pályázat kiírásával kapcsolatosan. Közben hát informálisan értesültem arról, hogy a főépítész úr, illetve hát az építész igazgató, akit a közgyűlés éppen novemberben bízott meg, nem találta megfelelőnek az eredeti helyszínt, illetve a megyeháza udvarának helyszínét és további helyszíneket próbált keresni, amely találkozott frakción korábbi javaslatával is, és azt hiszem, hogy talán közmegegyezésre lehet ez ügyben, vagy lehetett ez ügyben, vagy van ez ügyben most már, mondhatom így, hiszen talált egy olyan helyszínt, amely véleményünk szerint is sokkal jobb és sokkal támogathatóbb, mint a korábbi. És ami számunkra
nagyon pozitív, hogy ez a pályázat kezeli a Múzeum utca helyzetét. Ez nagyon fontos, hiszen ez egy egység, és így ad igazán komoly értéket turisztikailag és mindenféle szempontból. És hát amennyire a pályázati írásból kitűnik, a szabadtéri színpadot sem szünteti meg, tehát ez egy olyan megoldás, ami talán mindenkinek jó lesz. Persze az ördög a részletekben van, de hát így első látásra ez sokkal jobbnak tűnik, mint az eredeti változat. Egyetlen egy aggodalom volt ezzel kapcsolatban, hogy az idő ment. Én nagyon remélem, hogy most felgyorsulnak az események ezzel kapcsolatban is, és a tervpályázat kiírása haladéktalanul megtörténhet. Egy probléma van ezzel a dologgal. A parkolási kérdés nem kezeli. Lehet, hogy nem is feladata, de valamilyen módon ennek a területnek, térségnek, vagy a, hogy is mondjam, a belváros északi határának a parkolási problémáit kezelni kellene. És még egy kérdésem van. Az eredeti határozatban, ha jól emlékszem, a Csontvárira is történt utalás, illetve hogy meg kell oldani, vagy meg kell keresni, most már nem emlékszem egészen pontosan, és nincs előttem a határozat, nyilván esetleg valaki emlékszik rá, de az biztos, hogy volt utalás a Csontváriban az eredeti határozatban. Most itt ez az előterjesztés és határozat nem szól róla, tehát azt szeretném kérni, hogy azért ezt a problémakört ne feledjük el, mert bármennyire is fontos nekünk a Múzeum utca, fontos nekünk a nagy kiállítótér megépítése. Azt gondolom, hogy a Csontvári az egy olyan unikum a Pécsváros kiállításai között, amely valóban idegenforgalmi vonzerő. Aki néha bemegy oda abba az épületbe, az viszont látja, hogy amíg az ember eléri a kiállítást, addig bizony hát elég sok olyan benyomás éri, ami nem nagyon szerencsés. Tehát valamilyen módon a Csontvárinak az elhelyezését meg kell oldani a 2010-es nagyon várt Európa Kulturális Fővárosa évre. Köszönöm szépen a figyelmet, és a frakciónk támogatja az előterjesztést. Köszönöm szépen. Próbáltam visszaidőni, emlékezetem, hogy az előző előterjesztésben a Csontvárival kapcsolatban mi szerepelt. Hál' Istennek, vagy szerencsére, hogy a 2013-ig kell a Csontvárinak a végleges helyét megtalálnunk. Én úgy tudom, hogy a tervpályázatnak lehet, hogy most nem szerepel benne, de része az is, hogy a teljes Káptalan utcára vonatkozóan kell javaslatokat megfogalmazni, mert valóban ennek az előterjesztésnek az az értéke, hogy a teljes Múzeum utcát egységbe tudja kezelni, és végre megvan arra a lehetőség, hogy a Múzeum utcát teljes komplexumában tudjuk kezelni. Én nem bánom azt különben, hogy most volt az egy hónapos csúszás, de ez is egy példa arra, hogy végre az önkormányzat valóban egyeztetve a szakmai szeretek álláspontjával, szakemberek véleményével tudott változtatni a korábbi álláspontján. És külön öröm ebben a történetben az a számomra, hogy a megyei önkormányzat ezt a módosítást tekintettel arra, hogy az őt objektumát érinti alapvetően szintén támogatja, és a hozzá szükséges forrás biztosítja az új helyszínen is, tehát egy nagyjából konszenzusos előterjesztés került a testület elé. Dévényi Sándor ügyrendi kérdésben kér szólást. Köszönöm a szót, polgármester úr. Ügyrendbe kértem szót, nem veszek részt a szavazáson érintettség okán. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő hozzászóló dr. Gáspár Gabriella. Köszönöm a szót, elnök úr. Annyit szeretnék megjegyezni, hogy valóban emlékeim egyeznek Révész Máriáival, miszerint valóban 2013-ra, de a Csontvárit oda akarta az előző előterjesztés helyezni a szabadtéri színpad helyére, a Csontvári épülő múzeumot. Most valóban ez problémássá válik, hiszen 2013-ra ez a helyszín nem lesz jó. Ha csak a mostani tervezés során nem kalkulál a kiírás, a pályázat kiírás ezzel a körülménnyel is, ez az egyik. A másik, amiről szót szeretnék ejteni, az a régészeti kutatások, amire ugye a tervpályázat kiírásánál is 10 millió forint, ha jól emlékszem, annyi áll rendelkezésre. Azonban mi van akkor, hogyha olyan értékeket talál a régészeti kutatás, amiket vétek visszatemetni, mi több a tetejére ráépíteni egy ilyen kiállítóteret. A kérdésem az, pontosabban javaslatom, így fejezhetném ki, hogy amennyiben ott olyan értékek találtatnak, temetőről hallottam többről is, akkor esetleg érdemes volna
provizórikusan a tervpályázatba belevenni, hogy ezzel maga a tervező kezdjen valamit. Tehát akár ezzel a vastag, üveges lefedéssel, úgyhogy járni lehessen rajta. Nem tudom, hogy ez most így mennyire kicsit gyatra, hogy ezt nem szó szerinti javaslatként fogalmazom meg, de a papír alapú előterjesztés nincs előttem, mivel kölcsön kaptam, úgyhogy sajáttal meg nem rendelkezem. Tehát ezt szeretném esetleg a figyelmükbe ajánlani, hogy ezeket az értékeket ne hagyjuk veszendőbe, hiszen ezt most még a tervpályázat kiírásakor lehetne kezelni. Freifogel Gábor úr nincs a teremben, neki nem tudom ezt a javaslatot továbbítani, de önök nyilván megteszik. Ez csak egy figyelemfelhívás akart lenni, természetesen támogatjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gonda Tibor, alpolgármester úr, kért szót. Révész Mária fölvetésére szeretnék gyorsan reagálni. Tehát a szakmai előkészítés során is a parkoló kérdést egy kiemelten fontos kérdésnek kezeljük, ezért is szerepel az előterjesztésben, hogy a szabadtéri színpad melletti telken, ami szintén önkormányzati tulajdonban van, preferáljuk privát tőke bevonásával egy parkoló, egy földalatti parkoló kialakítását. Korábban ezt megvizsgáltuk, mikor a világörökségi fejlesztést fogalmaztuk meg. Bevallom, hogy 2 évvel ezelőtt még ez nem tűnt reális dolognak, hiszen akkor például a Kossuth térre 2 sikertelen pályázaton voltunk túl. De éppen a Kossuth térnek a sikere, mikor azt láttuk, hogy most talán Pécs, mint befektetési célterület fölértékelődött, a Kossuth térre már 4 pályázó közül tudtuk a legjobbat kiválasztani. Most őszintén bízunk abba, hogyha erre is egy megfelelő projektet kírunk, akkor fogunk találni befektetőket, akik ugyanúgy fogják értékelni a helyzetet, mint képviselőasszony, hogy a városnak az északi részén valóban lenne egy kereslet parkolóházra, föld alatti parkolóra. Tehát ezt a projektet az EKF projektől függetlenül, de vele párhuzamosan szintén indítani kívánjuk ebbe az évbe. A Csontvári Múzeum ügyében én személyesen tettem ígéretet a képviselőasszonynak, hogy a további lépéseknél erre figyelemmel leszünk. Most a kiírásnál olyan szintig is figyelemmel voltunk erre, hogy azt gondolom, ilyen szűk körben lehet őszintén beszélni, hogy 2010-11 után, mikor a nagyléptékű kiállító tér fenntarthatósága kerül majd napirendre, akkor egy reális döntési alternatíva lesz az önkormányzat előtt, hogy a Csontvári kiállítás elhelyezésére amúgy remekül megfelelő új létrehozandó nagyléptékű kiállító térben esetleg végleges formában ne nyerjen elhelyezést a Csontvári kiállítás 2013 után. Azért mondom ezt, mert most már kaptunk költségbecsléseket, hogy például egy nagyléptékű kiállítás 2010-ben mibe kerül, és kapaszkodjanak kedves képviselőtársaim meg, egy 3 hónapos Bauhausos kiállításnak 60 millió forint az előkészítési költsége. Feltételezem, hogy se a megyei múzeum nem lesz 2011-ben olyan állapotban, költségvetési állapotban, se a városi önkormányzat, hogy mondjuk évi 3-4 ilyen nagyléptékű alkalmi kiállítás per 240 millió forintért fogadni tudjunk. Tehát azt gondolom, hogy most semmiképpen nem kéne másik újabb épület építésébe gondolkodnunk, hanem ezt a kérdést nyitva kéne adni 2010-ig. Meg kell olyan színvonalon építeni ezt a kiállítási teret, hogy adott esetben döntési alternatíva legyen majd a 2011-ben működő közgyűléseknek, hogy a Csontvári Múzeumot véglegesen oda helyezik. Viszont erre a szempontra a pályázatot előkészítők figyeltek, hogy olyan kubatúrák, olyan magasságok, olyan terek jöjjenek létre, amiben el lehet akár később a Csontvári Múzeumot is helyezni. Régészetnél, amit Gásvár képviselőasszony mondott, az egyrészt én képviselem a Freifogel úr felé, másrészt ugye a megye nagyvonalúságának köszönhetem, most elkészülött gyorsan egy régészeti előzetes feltárás. Tehát van módunk, hogy miután győztest hirdettünk egy tervpályázatba, ahol ezt még nem kell figyelembe vegyük, közbeszerzést fogunk a győztessel az engedélyezési terv készítésére lefolytatni. Ott már, ha eddig találunk valamit, értelemszerűen az engedélyezési tervezési közbeszerzésbe javasoljuk, hogy foglalja be és örökítse meg, vagy tegye bemutathatóvá, olyan értékeket fogunk találni. Reméljük, hogy nem találunk annyira jelentős értékeket, hogy esetleg a helyszín újból veszélybe kerüljön. Egyébként az eddigi szakértői vélemények alapján műemlékfelügyet, régészet nem várható ilyen horderejű emlékek felbukkanása, de hát Pécsen bármi előfordulhat, úgyhogy ennyi rizikó van még a történetben. Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Dévényi Sándor képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. A alpolgármester úr szavai ösztönöztek arra, hogy szót kérjek. Most ennek a pályázatnak szerencsére nem része a parkoló, ez egy eléggé vitatható momentuma lenne ennek a tervezetnek, és a tervpályázat sikerét megkérdőjelezné.
Tulajdonképpen már az előző napirendnél a 2007-2008-as év akció tervénél gondolkoztam, hogy szót kérek, mert az akciót programban szereplő projektek közül rendkívül sok előkészítetlen és vitatható. Ezek közé tartozik az az egyik, amelyik egy mélyparkolót kíván a világörökség zónájának a közvetlen közelébe elhelyezni. Úgyhogy, bár ez egy régi ábrán, de tudom, hogy az eredeti világörökség terv tartalmazta, forráshiány miatt került ki ebből. Ezt nagyon fontosnak tartom itt most megjegyezni, hogy ezt még egyszer vagy még többször alaposan gondoljuk át. Van a közelben máshol is parkoló létesítésének a lehetősége, nem a városfalon belül kell ezt megoldani, meggyőződésem még akkor se a városfalon kívülről. Ezt meg lehetne közelíteni. Úgyhogy visszatérve még egy pillanatra az előző napirendre, ugye ott elfogadtuk, hogy egy bizottságot állít föl a város, amely az akcióprogramban szereplő projekteket ellenőrzi. Én ezúttal is felajánlom a segítségemet, és szívesen részt vezek ebbe az előkészítő munkába. Köszönöm. Köszönöm szépen, további hozzászólások. Amiben nincs, akkor én két kiegészítést szeretnék tenni. Az egyik, hogy az egyházzal úgyis értesültek róla a képviselőtársaim, hogy tárgyalásban vagyunk az egyházi ingatlanoknak a rendezése tekintetében. Úgy gondolom, hogy ennek keretében a Csontvári Múzeumnak a helyzetét is kiemelten kezeljük. A másik pedig, hogy miután többen jelezték, hogy gond volt az anyagok letöltésével, tájékoztatnám önöket, hogy a következő közgyűlés anyagait az internetre föltennénk, tehát onnan bárki, bárhonnan, bármikor letöltheti. Reméljük, hogy a technikai probléma elhárul majd. Amiben további kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, akkor kérem, hogy az előterjesztésről szavazzunk. Először kérek egy ügyrendi szavazást arról, hogy a bírálóbizottság tagjaival együtt történjen a döntés a határozathozatalról. Tehát aki ezzel egyetért, hogy a bírálóbizottság tagjaival együtt döntsünk a határozatról, az most szavazzon. Köszönöm szépen, 34 igen, 2 tartóztatás és 2 nem és 1 tartóztatással az ügyrendi indítványt a testület elfogadta. Most pedig kérem, hogy az előterjesztésről és a hatalmi javaslatról szavazzunk. Most lehet szavazni. Köszönöm, 35 igen szavazattal egyhangú döntés született. Köszönöm szépen, további következő napirend. Európa Kultúra és Fővárosa Program tanácsadói közbeszerzés meghirdetése. Szóbeli kiegészítés az előterjesztéshez nincsen. Megkérdezem, hogy Erbi József jelezte, hogy ügyrendi meg másik kérdésben is, tehát akkor megadom a szót mindenképpen Erbi Józsefnek. Polgármester úr, köszönöm szépen a szót. Más miatt kértem szót itt a közgyűlésben, most terjed egy irat, miszerint én igennel szavaztam volna a költségvetés elfogadásán. Jelzem, hogy ha ez így is volt, ez tévedés, valószínűleg az új technika vagy figyelmetlenség. Tehát én nem fogadom el a 2007-es költségvetést, úgyhogy ezt szeretném tisztázni. Sajnálom, lehet, hogy az új technika bevezetése miatt véletlenül a másik gombot nyomtam. Köszönöm szépen, nem ennél a napirendi pontnál tartunk, úgyhogy ügyrendi kérdésben Révész Mária kért szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Nem kívánom indokolni sem, meg hosszasan megmagyarázni a szavazásnak a mikéntjét, de egyet szeretnék jelezni, hogy a technika, az új technika azért mindenkinek furcsa, ezt lássuk be, és némi toleranciát elvárok a tőlem jobbra lévő baloldaltól.
Tehát egyeztetést azért majd szeretnék kérni a polgármester úrtól, illetve levezető alpolgármesterekkel, hogy mi itt erről az oldalról hogyan értékeljük és hogyan látjuk a technika kezelését. És azt gondolom, hogy némi toleranciával kell egymásra tekintenünk. Mi sem értjük például jól a polgármester urat, sokszor, vagy a levezető elnököt. Hangzási problémák is vannak a teremben, úgyhogy ez egy beüzemelési időszak, legyünk egymásra toleránsra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bettel Zoltán, szintén ügyrendi kérdésben, gondolom még nem a megnyitott napirendhez kíván hozzászólni. Megadom a szót önnek. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, felajánlom Erb Józsefnek cserébe az én hibámat, ugyanis én meg nem szavaztam meg ezt a napi rendet, mert közben a kővári képviselőtársammal éppen az iskola tejről csevegtünk, és valóban igaza van Révész Mária képviselő asszonynak, hogy szokni kell ezt. Igazából én azt a javaslatot szeretném tenni, hogy pár másodperccel hosszabbítsuk meg a szavazási időt, mert valóban előfordulhat az, hogy az ember egy kicsit később reagál. Tehát, hogy mondjuk 15 másodperccel meghosszabbítjuk ezzel, nem lesz lényegesen hosszabb a szavazás, de az iskola tejről való csevegés is talán belefér a következő szavazásba. Köszönöm. Köszönöm szépen. Füledi Péternek adom meg szintén ügyrendi kérdésben a szót. Köszönöm, polgármester úr. Ha már itt a szavazásokról tartunk, én is fontosnak tartom elmondani, mielőtt bárki bármit más mondana, hogy miért nem voltam itt az előző fél órában a szavazáson, hogy tisztázzuk, tehát az MDF álláspontja egyértelmű volt, és ezt a vitában elmondtam. A joghallgatók európai perbeszédversenyének a nyitó fogadása van a Palatinus szállóba, ott kellett köszöntőt mondanom, sajnos pont 7 órakor kellett ott lennem, ezért elnézést kérek, de részt kellett vennem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Füredi úrnak a távolmaradását igazolni tudom tekintettel arra. Tehát Füredi úr távolmaradását igazolni tudom tekintettel, hogy én lettem meghívva erre a rendezvényre, de úgy gondoltam, hogy előterjesztőként elég is sajátosan, hogyha eltávoznék a pont a szavazáskor. Én a Erb úrnak és a Bretter úrnak a javaslatát vettem, de azért lesz egy módosító, indítanom ebben a kérdéskörben, de közben megadom Juhász Istvánnak szintén ügyrendi kérdésben a szót. Köszönöm, polgármester úr. Talán megengedi a képviselőtestület, én azt szeretném mondani, hogy mi 21-en igennel akartunk szavazni, és nekünk sikerült. Csak ennyit szerettem volna bejelenteni. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen. Viszont válaszra ügyrendi kérdésben megadom a szót Révész Máriának. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés! Az elmúlt szavazás, a költségvetésről szóló szavazás nagyon sok embernek megváltoztatta az életkörülményeit. Nagyon sok intézményre kihatott, a város egészen tulajdonképpen érintett benne. Én azt gondolom, hogy kicsit komolyabban kellene venni. Lehet, hogy problémák adódnak a technika kezelésével, lehet, hogy azon az oldalon zsenik ülnek, de azért a felelősségüket ne felejtsék el, és ne humorizáljon. És talán itt kevesebb humort kellene megengedni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, javaslom, hogy ezt az ügyrendi kérdést zárjuk le. Annyit én hozzátennék mindenkinek a későbbiek tekintetében is, a magyar nyelv és a magyar írás szerint a nem az egyértelműen nemet jelent, és a igen az igent. Tehát úgy gondolom, hogy akkor oda kell figyelni a gomboknak a megnyomásán, melyik gombot nyomjuk meg. Tehát nagyobb figyelmet, és általában nagyobb figyelmet kérek a közgyűlésen, mert nem véletlenül sokszor csengetek, az általános zaj és a beszélgetés zavarja a munkát. Tehát az a kérésem, hogy a figyelemmel azért a mellé nyomásoknak a nagy része elkerülhető. Javaslom, hogy akkor térjünk rá a napirendre végre. A nagy kiállítás, illetve az Európai Kultúrás Főváros Program tanácsadói közbeszerzés meghirdetése. Dévényi Sándor kíván szólni. Köszönöm a szót, polgármester úr. A előttünk fekvő előterjesztés egy város életében nagyon nagy jelentőségű folyamatnak a része. Egész konkrétan itt arról van szó, hogy a kormánnyal kötött egyezség alapján 1 milliárd forintot ad a városnak az LKF program nagy projektjeinek az előkészítésére a kormány a városnak, amiből 600 millió forint tervezésre fordítható, és körülbelül 400 a pályázat megírására. Ennek a tulajdonképpen összefoglalva ez a
tanácsadói feladat ezt az utóbbit fedi le. Ezzel kapcsolatban két észrevételem van. Az egyik, hogy a cirka 30 milliárdos beruházáshoz a 600 milliós beállított tervezési költség nagyon alacsonynak tűnik, hát nem hogy alacsonynak tűnik, hanem alacsony is, úgyhogy itt majd további források keresésére kell gondolnunk, de hiszen ezt alpolgármester úr már, illetve ezt megtárgyaltuk már egy korábbi közgyűlésen is, és alpolgármester úr ezt be is fogadta, illetve az illetékes iroda is erre törekszik. Most érjünk erre az előttünk fekvő 345 millió forintra. Ennek az a története, hogy az LKF nagy beruházásait eredetileg egy nagy projekt keretében gondolta el a magyar kormányzat, ugye, mert ő vállalta föl, hogy védnökséget vállal ennek a projektnek a lebonyolítása mellett, vagy fölött. Azonban nem találtunk közösen olyan forrást, illetve olyan pályázati lehetőséget, amelyet Brüsszel be tudott volna fogadni, és ezért most a régiófejlesztési operatív program keretében valósul, vagy finanszírozásában fog megvalósulni az öt nagy projekt. Mint tudjuk, a ROP-ot a régiófejlesztési tanács dönti el, és itt azért már a területen belül lesznek konkurenseink, akik ennek a pénznek az elosztásánál megkérdőjelezhetik, hogy miért Pécs kap kiemelten ennyi pénzt. Ezért a város megpróbálkozik, illetve a pályázat előkészítői megpróbálkoznak azzal, hogy ezt továbbra is egy nagy projektként szerepeltessék, holott hát tudjuk jól, hogy itt öt teljesen egymástól független beruházásról van szó, amelyek között még olyan is van, amely még önmagában még, mit tudom én, legalább 40-50 projektelemet tartalmaz a közterek fejlesztése. A zsolnai projekt is biztos több részből fog összeállni, de az legalább egy név alatt nevesíthető. Nos, hát itt egy ilyen jótékony csalásról van szó. Ennek viszont az az ára, hogy ezt a pályázatot, amit most itt elfogadni készülünk, úgy kellett kiírni, hogy annak az elnyerésére pécsi polgárnak esélye sincsen, és Magyarországon is csak egy-két olyan cég található, olyan nagy vállalat, amelyik olyan referenciákkal és olyan potenciállal rendelkezik, hogy esélye pályázhasson ennek a tanácsadói tevékenységnek az elnyerésére. Ezért én önmagában ezt az előterjesztést így elfogadni nem tudom. Mégis, ha a közgyűlés elfogadja, akkor mindenképpen megfontolandónak tartom azt a következő javaslatot. Ha a régiófejlesztési operatív tanács továbbra is elfogadja ezt a nagy beruházásként, egy projektén kezelve ezt az öt beruházást, akkor ám legyen, menjen így, ahogy itt van. Azonban, ha ez nem fog sikerülni, és egyenként kell majd a projektelemeket megpályázni a ROP-ban, akkor ezek olyan nagyságrendűek lesznek, amelynek a pályázat írására már joggal pályázhatna pécsi vállalkozó is, hiszen sokkal kisebb nagyságrendekről van szó, és nem is szükségesek azok a referenciák, amelyek ebben az esetben, ebben az előterjesztésben szerepelnek. Így hát, ha menet közben, hiszen ennek a pályázatnak az elbírálása még egy hosszú időszak, egy pár hónap, ha menet közben kiderül, hogy nem sikerül egy nagy projektként a régiófejlesztési operatív tanács elé terjeszteni a ROP-os projektokat, hanem egyenként, akkor ezt a kérdést hozzuk vissza, és fontoljuk meg azt, hogy olyan kiírás szülessék, amelyre pécsi szereplők is pályázhatnak. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, további hozzászólások. Nagy Csaba, bizottsági elnök úr. Köszönöm szépen. Én arra lennék kíváncsi, hogy mi indokolta, tehát mi volt az az előírás, ami ilyen nagyfokú alkalmassági minimumkövetelményeket határozott meg ebben a kiírásban. Van-e arra valamilyen jogi előírás, hogy ezek az összegek, ezek így szerepelnek ebben a kiírásban? Erre lennék én kíváncsi, mert
beleolvasva ebbe az anyagba, én teljesen egyetértek képviselőtársam felszólásával, gyakorlatilag a pécsiek teljesen esélytelenek erre. És én csak egyetlen egy kiírási pontot szeretnék kiemelni. Itt van a hatodik oldalon az alkalmassági minimumkövetelmények, ahol van egy olyan fogalmazás, hogy az elmúlt két évben nem ért el a pályázónak a forgalma bruttó 50 millió forintot. Én még emlékszem arra, hogy az a nagy átvilágítás, ami a városban megtörtént, és a teljes intézményhálózatot, céghálózatot érintett a városban, még kettővel ezelőtti ciklusban az 20-valahány millió forint volt bruttóba. Tehát egészen elképesztő magas összegről beszélünk, és akkor ezért az összegért az összes cégünket, az összes intézményünket, bölcsödéket, óvodákat, általános iskolát, középiskolát, kollégiumot, városházát, Pécs TV-t, minden fenét már elnézést a kifejezésére átvilágítottak, és ez egy 20-valahány millió forintos tétel volt. Tehát ehhez viszonyítva én azt gondolom, hogy itt Pécs környékén ekkora egyetemi és szellemi potenciál egyszerűen nem lesz olyan, aki erre pályázni tud. Ezért lenne az a kérdésem, hogy miért ilyen magas a minimum felvétel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, további hozzászólások. Gonda Tibor alpolgármester úr. Tisztelt közgyűlés, most már kaptam egy kis akusztikai kierősítést, úgyhogy megpróbálok válaszolni a felvetett kérdésekre. Dévényi Sándort szeretném ismét megnyugtatni a tekintetben, hogy a tervezésre szánt 600 milliót, azt elfogadtuk a kamarai véleményét, meg az ő következetes véleményét hallgatva, hogy kevés lesz, és mindig is hitet teszünk amellett, hogy a konkrét projekt előkészítési pénzekből kiviteli tervig szeretnénk elvinni minden tervezői munkát, és ott már a konkrét projekteknek a költségvetéséből újra tudunk tervezésre, konkrétan a kiviteli tervekre forrásokat biztosítani. Nem félek én attól, hogy régión belül konkurencia lesz, tehát ez a 31 milliárd forintra tervezett regionális támogatás bármilyen szempontból csorbul, és nem nyerhetjük el, hiszen erre kellő garanciát jelent az, hogy önálló prioritásként szerepel, amivel gyakorlatilag csak Pécs tud majd pályázni. Ugyanakkor viszont, mivel nagy projekt előkészítési alapból nyertük ezt az összeget, és kimondottan egy kormányrendelet úgy szabályozza ezt az alapot, hogy csak nagy projektek előkészítésére fordítható, ezért hivatalosan mi még nagy projektet készítünk elő. Valószínűsíthető, hogy beadható lesz ősszel 5 kulcsprojektként a regionális operatív programból, de a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség álláspontja, akivel a szerződést kötöttünk, hogy nagy projektet készítünk elő. De ettől függetlenül is azt gondolom, hogy mivel egy kulturális alapú komplex városfejlesztési folyamatot célzunk meg, hogy 5 kulcsprojektet létrehozunk, valóban indokolt, hogy egységesen kezeljük, és például egy költséghaszon elemzés ne projektelemekre, hanem a befektetések egészére próbáljunk kialakítani, vagy ha mondjuk a megvalósíthatósági tanulmány részeként a környezeti hatástanulmányokat elkészítik, a közlekedési kapcsolatrendszereket fölülvizsgálják, akkor az logikus, hogy nem projektelemenként teszik meg, hanem egyben az összes befektetés, összes projektet szem előtt tartva. Tehát ezért én szakmailag indokoltnak tartom a tanácsadói munka egybetartását. Arra a kérdés, hogy a pécsieknek nincs esélyük, magam is úgy látom, hogy fővállalkozóként, éppen azért, mivel ilyen referenciákkal nem rendelkeznek, nincs esélyük. Hiszen mondjuk kongresszusi központ, koncertterem költséghaszon elemzését nem hiszem, hogy van olyan pécsi tanácsadó szervezet, amely ilyet végzett. Vagy itt rendkívül fontos, hogy nemzetközi, európai léptékű, több tízmilliárdos nagy rendezvények hatástanulmányában, társadalmi, gazdasági vizsgálatába, elemzésében résztvevő társaságok be tudjanak kapcsolni ebben a munkába, hogy még ideje korán kiderüljön adott esetben az elképzelésünk valahol sántít, és tudjuk a befektetést, a beruházásokat olyan irányba elmozdítani, amely később biztosítja a 2010 utáni fenntarthatóságot.
Ugyanakkor én őszintén bízok benne, hogy igen jelentős megrendelést fognak a pécsi tanácsadó szervezetek és cégek is kapni, akik egyébként meggyőződésem szerint nagyon fölkészültek és nagyon jók, és tudom, hogy már különböző típusú konzorciumok kezdtek itt a városba összeállni erre a munkára. Nyilván nem tudom, hogy ezek a konzorciumok milyen nagy nemzetközi tanácsadó cégek állnak kapcsolatba, de azt érzékelem, hogy megmozdult a városban az ilyen pályázati előkészítés és gazdasági tanácsadással foglalkozó vállalkozások szinte mindegyike, és biztos leszek abban, hogy bárki nyeri el a helyi szellemi erőforrások bevonása nélkül ezt a projektet nem tudja sikeresen megcsinálni, és ezért be fogja vonni a helyi tanácsadókat. Nagy Csaba felvetette, hogy az összeget eltúlzottnak tartja. Az egész beruházásra tekintve ez 1%. Az 1% az mind a hazai gyakorlatban, mind az európai normában teljesen elfogadott. Tehát egy olyan pályázati anyagnak az előkészítése, amely beadásig mindent tartalmaz, egyedül az engedélyezési tervet nem mer arra külön forrással rendelkezésre, de a komplett pályázati dokumentáció beleértve a megvalósíthatósági tanulmányt is az EU elvárása szerint, erre állítom, hogy az elmúlt évek gyakorlatát figyelembe véve teljesen reális ez az összeg. Egyébként annak idején, mikor a kormány szerződést megkötöttük, akkor ugye egy szakmai véleményegyeztetés volt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, és természetesen a közgyűlés elé is terjesztettük, és ott már szerepelt ez az összeg, akkor is úgy láttuk, hogy a szakszerű előkészítésre várhatóan ennyi kell. Nem az a célunk, hogy mondjuk egy neve sincs, nem túl jó referenciákkal rendelkező tanácsadó szervezet megcsinálja 80 millió forintért ezt a munkát. Az a célunk, hogy nagyon magas minőséget kapjunk, és ezáltal alapozzák meg szakmailag úgy ezeket a projekteket, hogy utána 2011 után is a szakmai közvélemény meg a város polgárainak a szemébe tudjunk nézni, hogy valóban fontos volt ez a kulcsprojekt, és a város hosszú távú fejlődését szolgálják. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagy Csaba, bizottsági elnök úr. Köszönöm szépen. Én elfogadom, hogy ilyen magas szintet várunk el a pályázatot benyújtóktól, csak akkor nem mondjuk már azt, hogy itt a pécsieken akarunk segíteni, mert akkor ezzel gyakorlatilag őket kizártuk. Én nem tudok olyan pécsi cégről, aki ilyen jellegű tanácsokat bruttó 50 millió forintért, vagy ilyen jellegű pénzügyi terveket, marketing terveket bruttó 50 millió forintért tudott volna készíteni az elmúlt időszakban. Én remélem, hogy tévedek, csak én azt sajnálom, hogy itt van egy akkora egyetemi központ, mint a város, és gyakorlatilag nem fog tudni őket használni ilyen vonatkozásban, csak akkor, hogyha valahol alvállalkozásban megpróbálnak beszállni egy ilyen projektekbe, csak akkor ugye a pénzügyi haszon az nem a városban fog keletkezni igazából, hanem azoknál a cégeknél, akik vagy Budapestről, vagy Európa más részeiről meg fogják ilyen tekintetben szállni a várost. Én azt gondolom, hogy ezek az összegek, ezek túlzóak, és tulajdonképpen akár még a versenyt is szűkíthetik, úgyhogy én sajnálom, hogy ez így alakult. Köszönöm szépen, további hozzászólás. Amennyi nincs, akkor kell, hogy az előterjesztésről szavazzunk. Most lehet szavazni. Huszonhárom igen, 2 nem és 12 tartózkodással az előterjesztést a közgyűlés elfogadta. Rátérünk a 6-os számú napirendi pontra, kisebbségi társulási megállapodás megszüntetése. Felhívom figyelmeket, hogy a napirendi ponthoz a kisebbségekkel történt egyeztetés után is új előterjesztés került kiosztásra. Kérem, hogy a napirendről ennek az előterjesztésnek az alapján tárgyaljunk. Szóbeli kiegészítéssel nincsen. Megkérdezem, hogy kérdése, bocsánat, Révész Mária jelezte, hogy kíván szólni. Igen, polgármester úr, de nem ehhez a napirendhez, hanem az előzőhöz, mert az előterjesztésben van egy ilyen, illetve határozati javaslatban, hogy a bíráló bizottságban két politikus vesz részt. A Gonda Tiborral, a polgármester úrral történt megállapodás szerint a
az ellenzék jelölhet ide egy szemét, illetve hát nyilván a másik oldalon is nevesíteni kellene, és ezekről szavazni is kellene. Ennél a könyvtáriban volt, nem ebben. Jó, a javaslat, én egyetértek, hogy a irányító koalíció és a ellenzék adjon egy-egy képviselőt ebbe a testületbe, bírálóbizottságba. Megkérdezem jegyzőasszonyt, hogy most erre visszatérhetünk, vagy mi az eljárás rend? Jó, megkérem, hogy akkor a kisebbségi társulásos előterjesztés után visszatérünk erre a napi rendre. Szavazni fogunk arról, hogy ebben a kérdésben, ami elmaradt, akkor döntsünk. Most azt javaslom, hogy a kisebbségi társulási megállapodás megszüntetése napi rendet tárgyaljuk meg, és azt követően szavaznánk arról, hogy visszatérünk a másik napi rendhez. Addig meg megkérem a frakciókat, hogy egyeztessenek. Kisebbségi társulási megállapodás megszüntetése előterjesztéshez kapcsolatban szóbeli kiegészítése nincsen. Megkérdezem bizottsági elnök urat, elnököket, tanácstagokat, frakcióvezetőket, van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás az előterjesztéshez. Amiben nincs, csak az előterjesztésről szavazzunk. Kérem, hogy most szavazzanak. Köszönöm szépen, 34 igen szavazattal, 1 nem és 2 tartás mellett az előterjesztést a közgyűlés elfogadta. Amíg értelmezik a jogi helyzetet, javaslom, hogy térjünk át a 7-es számú napirendi pontra, amelyik a sportszervezetekkel megkötött 3 éves támogatási keresztedés módosítása, előterjesztő Tóth Bertalan, akinek szóbeli kiegészítése van. Köszönöm a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt közgyűlés, a sportszervezetekkel, sportcégekkel kötött 3 éves megállapodás módosításáról szól az előterjesztés. Miután a második évben vagyunk, illetve egyes szerződéseknél az első évben, ezért most már idén a harmadik évben, ezért ezek a szerződések közös megegyezéssel módosíthatók. A partnerekkel, a szerződő felekkel a szükséges egyeztetést lefolytattuk, így most a közgyűlési döntés után történhet meg a szerződés módosítás aláírása. Ebben az szerepel, hogy az idei fél évben a teljes támogatási összegre jogosultak a szervezetek, és a másik fél évben pedig 40%-os csökkentett támogatást kapnak. Ezzel az évi 20%-os csökkentés, a sportkeret 20%-os csökkentésére kerül sor. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megkezdem, egy kérdés az előterjesztéshez kapcsolatban van-e? Úgy látom, egy kérdés nincsen, akkor hozzászólások következnek. Szőcs Sándor képviselőnek adom meg a szót. Tisztelt közgyűlés! A sportszervezetekkel kötött 3 éves támogatási keretszerződés módosításával kapcsolatban kifogásolom, megvárom, amíg mindenki ide figyel. Tehát még egyszer kezdeném, a sportszervezetekkel megkötött 3 éves támogatási keretszerződés módosításával kapcsolatban kifogásolom a pécsi női kosárlabda Kft.-vel kapcsolatos módosítás összegét. Mielőtt indokolnám kifogásomat, hangsúlyozni szeretném, sem a labdarúgó csapat, sem a férfi kosárlabda csapat és egyéb sporttámogatások összegét nem kívánnám bírálni. Magyarul nem a többi támogatási keretet tartom soknak, hanem ezen összegekhez viszonyítva a női kosárlabda Kft. Támogatását méltánytalanul kevésnek. Miért? Ez a csapat ugyanis jelenleg Pécs legeredményesebb csapata. Évek óta megnyeri a magyar bajnokságot és a magyar kupát. Nemzetközi bajnokságban, az Euróligában kiválóan szerepel.
és ezáltal, hogy ilyen kiválóan szerepel, egyben népszerűsíti is Pécs városát. Talán ezért is jobban kellene ezt a csapatot támogatni, amely úgy veszem észre, majd később ezt is be fogom bizonyítani, mint méltánytalanul a városvezetésnek, a, hogy úgy fejezzem ki idegen szóval magamat, a bögyébe van, de nem tudom, hogy miért. A nemzetközi szereplés ugyanis óriási pluszköltségekkel is jár. Például egy Szamarába való utazás milliókba kerül. Körülbelül 7 millió forint, és a csapatnak Európa számos távoli országába kell utaznia. Ugyanakkor a labdarúgók vagy a férfi kosárcsapat csak az ország határon belüli városokba utaznak, és ez abszolút nem kerülhet bele túl sok pénzbe, nem azt mondom, de ahhoz viszonyítva, amiben a női csapatnak kerül, ahhoz viszonyítva ez lényegtelen. Ugyanakkor hasonlítsuk össze a támogatási kereteket. A PMFC labdarúgó csapata 74 millió forintot kap, ebből 10 millió forint a bónusz támogatás. A Panthers férfi kosárlabda szakosztály 42 millió forintot, ebből 10 millió forint a bónusz támogatás. Ugyanakkor a Pécs női kosárlabda Kft. Sokkal nagyobb kiadásokkal 49,4 millió forintot kap, és ebből mindösszesen 7 millió forint a bónusz támogatás. Tehát a számokból az derül ki, hogy az a csapat, amelyik teljesít, azt a képviselőtestület és a képviselőtestület vezetése bünteti. Nézzük meg csak a bónusz támogatások mértékét. A nemzeti bajnokságban például a női csapat csak 7 millió forintot kap. A magyar kupa elnyerése a nőknek 1 millió forintot jelent, ugyanakkor a férfiaknak 2 millió forintot. A férfiaknál az NB1 A-osztályba a legjobb 8 közé kerülés esetén 5 millió forint a jutalom, ugyanakkor a nőknél a nemzeti bajnokságban a 6. vagy annál jobb helyezés esetén mindösszesen 3 millió forint. Tehát ezekkel a számokkal problémák vannak, és nagyon szépen kérem a város vezetését, hogy most ne azt vegye, hogy van egy szocialista tábor, és van egy jobb oldal, hanem azt nézze, hogy a városnak van egy olyan csapata, amelyet tönkre tehetünk. Ugyanis ez a csapat több év óta nem tud megfelelő játékost igazolni. Nincs centere a csapatnak, ami teljes hiány. Ezért a nemzetközi bajnokságban ma már nem is úgy tud szerepelni. És ha ezt így folytatjuk, akkor az lesz, hogy kapunk egy pár fiatalt valahonnan, ami az újságban megjelent, akik nem a klubnak a színeihez méltóan tudják képviselni nem csak a sportkör színeit, hanem Pécs városát sem. Ezért feltétlenül kérem, hogy ezt az összeget módosítsa a közgyűlés a költségvetés terhére természetesen. Ugyanis azt hallottam itt az előbb, hogy van itten kétszer-háromszor nagyobb tartalék keret, hát akkor ne ezektől, akik küzdenek, akik hajtanak a városért, ezektől vonjuk el a pénzt. És egyébként is jó lesz, ha egyszer már odafigyelünk a versenysportra is, hogy a versenysportot támogassuk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, majd megkérem képviselőt, hogy múlt pontosítsa a javaslatát. Megadom a szót dr. Páva Zsoltnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én ezt az ügyet, amiről eddig szó esett, egy picit inkább a jogi oldalról közelíteném meg. Ugye a helyzet az ebben a történetben, hogy ezek a klubok, bármelyikről beszélünk, egy 3 éves hosszú távú megállapodást kötöttek az önkormányzattal. Tehát amikor a megállapodás megkötetett, akkor ők abban a hiszemben kezdték el ezt a 3 éves ciklust a működésükben, hogy erre a támogatásra biztosan számíthatnak. Nyilván nem voltak fölkészülve arra, hogy időközben
a költségvetési paraméterek változása miatt ez a támogatási összeg módosításra fog kerülni. Egy fura helyzet állt elő ezzel, hiszen a megállapodást két fél kötött, tehát mind a kettő jóvágyása kell ahhoz, hogy a megállapodás ilyen értelemben módosulásra kerüljön, de ugyanakkor viszont nyilvánvaló józanésztől vezérelve nem fog egyik klub sem, egyik szakosztály sem szembe menni az önkormányzat szándékával, és ilyen formában azt kell mondjam, hogy az önkormányzat egy picit, vagy talán nagyon is ad erőfölényére visszaér, hogy a jog fogalmaz ilyen helyzetekben. Tehát nyilvánvaló, hogy ezt a klubok nem tudják a maguk erejével ellensúlyozni. Tehát ilyen értelemben maradva a sport kategórián egy picit sportszerűtlen ez a fajta magatartás, bár nyilván magyarázható, tehát én most ezt, ennek az indokát nem akarom vitatni, nincs költségvetési forrás, kevés az összeg, de mégis azt kell mondjam, hogy ezek a szakosztályok, amikor ezt az együttműködést elkezdték, akkor ebben jó hiszeműen bízva folytatták a működésüket. Tehát ilyen értelemben egy picit én úgy gondolom, hogy azért nem méltányos a velük való eljárás ebben a helyzetben. Arról nem is beszélve, hogy ugye ugyancsak van egy olyan része a megállapodásnak az egyesületeknél, hogy bizonyos fajta évenkénti növekménnyel járulna a támogatás mértéke az ő esetükben. Tehát éppen ezért én azt kérem, picit nem konkrét a javaslatom, de azt kérem az előterjesztőtől, hogy tekintse azt át, hogy ezt a 20%-os mértéket lehet egy valamilyen arányban mégiscsak szűkíteni, és visszahozni nagyobb összegű támogatást a szakosztályok részére, mert még egyszer mondom, valamennyi szakosztály, nem akarom egyiket sem kiemelni, mint tette ezt képviselőtársam az imént, mindegyikre úgy érzem, hogy méltányosan járna ez az összeg, amit a korábbi megállapodásokban számukra az önkormányzat megállapított. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ez a Jaj Istenem, melyik ujjamat harapjam című történet, mert az ember persze nagyon szívesen adna többet, de hát nem pontosan tudom, hogy a polgármester úr, illetve bizottsági elnök úr mennyit kínodott ennek a témának a kezelésekor, mert ugye a visszatérünk a költségvetés helyzetére, nagyon szívesen adnánk támogatást, de hát amikor annak idején a aláírásra kerültek a szerződések, senki nem tudta, hogy 2007-ben az önkormányzat milyen költségvetési pozíció között lesz. Értem én a javaslatnak a lényegét, de azt kérem, hogy az érettség meg önök is, hogy az előterjesztők milyen gondban voltak itt. Tóth Bertalan, alpolgármester úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. És hát ha csatlakozzak ahhoz, hogy az előző, a második napi rendi pontnál pont arról tárgyaltunk, hogy milyen nehéz helyzetben van a költségvetés, és nem csak a sport, hanem sok-sok intézmény, és nagyon sokat vitatkoztunk arról, hogy az álláshelyek megszüntetése mit jelent ennek a városnak az életében. Nyilván én azt gondolom, hogy ez a felvetés, amikor megkerestük a sportcégeket, akkor ők is megértették ezt a nehéz helyzetet, bár nekünk sem volt kellemes, és nekik sem. A képviselő úr, Szőcs Sándor képviselő úr felvetésére, hogy az élsportot támogatni kell, 2006-ban 270 millió forinttal támogatta az önkormányzat az élsportot, és ennek a kevesebb, mint felével a tömegsportot, tehát azt gondolom, hogy azért elég komoly arány az élsport volt kiemelten támogatott ezekkel a támogatási szerződésekkel, amikről ma döntünk. A másik, én azt gondolom, hogy minden sport szervezetben sportoló küzd a városáért, és küzd az eredményekért, és hogy növelje a város hírnevét, nem csak a női kosárlabda. Éppen ezért nem kívántunk kivételt tenni a sportszervezetek között. Együtt ültünk le, együtt kezdtük meg a tárgyalásokat, majd külön-külön egyeztettünk, és a megértéssel fogadták ezt a kezdeményezést, és ahogy Páva Zsolt említette, ez jogi kérdés, tehát csak közös megegyezéssel tudjuk módosítani ezeket a megállapodásokat. Én azt gondolom, hogy elsődleges cél a pécsi sportolóknak a támogatása, úgyhogy nyilván a klubok is arra törekszenek, hogy pécsi önkormányzat támogatásával pécsi sportolók fejlődését támogassák. Tehát nyilván az eredményesség mellett azt gondolom, hogy a helyben itteni sportolóknak a fejlődése is elsődleges szempont.
Arról tárgyaltunk a sportcégekkel, szervezetekkel, hogy 2008-ban, amikor, vagy 2007. január, december 31-én lejár három szerződés, és 2008 végén még két szerződés, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a továbbiakban, tehát azt követő időszakban milyen megállapodást tudunk kötni a szervezetekkel, hogy ők is tudjanak számolni azzal, hogy mire számíthatnak az önkormányzattól. De én azt gondolom, hogy ehhez szükséges, hogy a meglévő sportkoncepciót is felülvizsgáljuk, hogy bizottsági elnök úr többször nyilatkozott róla, hogy meg kell vizsgálni, hogy elbír-e a város ennyi sportágat, elbír-e a város ennyi élsportban szereplő NB1-es vagy OB1-es sportszervezetet, azoknak a támogatását, tehát nyilván ezt meg kell vizsgálni, és azt gondolom, hogy persze nagyon szépek az eredmények, de az önkormányzatnak pedig korlátosak a lehetőségei. A másik dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy az előterjesztésben is szerepel, hogy a prémium juttatások nem változnak, tehát nyilván az alaptámogatás csökken 20%-kal, a prémium feltétel, prémium támogatások az eredményességtől függően ugyanazon a szinten maradnak, tehát járnak majd a sportolóknak és a sportegyesületeknek, amennyiben azt az eredményt, amit kikötöttünk a szerződésben, teljesítik. Ezek ugye két éve, illetve már lassan három éve megkötött szerződések, tehát én most arra nem tudok indoklást adni, hogy annak idején ezek az arányok miért és hogyan alakultak, bár a közülés tagja voltam, de a szakbizottságnak nem. Tehát nyilván az akkori megállapodások alapján alakultak ki ezek a támogatási arányok. Még egy nagyon fontos dolgot szeretnék megjegyezni minden sportszervezettel együtt is és külön-külön is. Arról biztosítottuk a bizottsági elnök úrral őket, hogy igyekszünk, ha nem is önkormányzati támogatásból, de szponzorok felkutatásában, más támogatási lehetőségek felkutatásában. Ebben nyilván az ő együttműködésük is fontos, és mi is arra törekszünk, városvezetők, hogy amennyiben a mi tevékenységünk során találkozunk akár szponzorációs lehetőséggel, akkor azzal segítsük a pécsi sportszervezeteket, de még egyszer a nehéz költségvetési helyzetben hoztuk meg a döntést, hogy szükséges a sportkeret 20%-os csökkentése. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, alpolgármester úr! Megadom a szót Kővári Jánosnak. Köszönöm a szót, polgármester úr! A Költségvetési Bizottság 4 igennel szavazta meg a határozati javaslatot, jól emlékszem, ugye? Teljes összhang volt, és ez azért tudott megteremtődni, ez a teljes összhang, mert ott nem csak arról tárgyaltunk, hogy egy 20%-os csökkentés szükséges a sportegyesületeknél, ezen már túl vagyunk, hogy miért, hanem azért született meg az egyhangú döntés, mert azzal a kiegészítéssel fogadtuk el az előterjesztést, 4 igennel, hogy a következő 3 éves ciklusban, tehát a következő szerződési ciklusban újra kell gondolni már az alaptámogatást is, mert ahogy most a polgármester úr mondta, ezek, hát nehéz lenne összevetni, hogy vajon miért ennyi az egyik csapatnál, és miért amennyi a másik csapatnál. Semmilyen számítással ezt nem lehet igazán igazolni, hogy az a sportegyesület, amelyik nem hogy nemzetközi szintre nem jut ki, hanem a magyar bajnokságba se tud az első 10 közé kerülni, az miért kap többet, mint az a csapat, amelyik 10 éve bajnok és 10 éve Euroliga szereplő. Tehát ugye ezeket így nyilván nem lehet összevetni. Való igaz, hogy a költségeik is más nagyságrendűek. Viszont az fontos volna, hogy a következő támogatási időszakban megfelelő indikátorok alapján számolódjon ki már az alaptámogatás is, és persze a bónusz támogatás is. És erre a polgármester úrral mind a kettővel tárgyalva már biztató választ kaptunk, és a Költségvetési Bizottságban is a 4 egyhangú igen így született, úgyhogy azt szeretném kérni, hogy itt is már a határozatban is ezt foglaltassék bele, ha már ilyen konszenzus született, hogy túl azon, ami itt ebben benne van, megvizsgálja a város művelődési osztálya, nyilván oda tartozik annak a lehetőségét, hogy miként lehet átgondoltabban felépíteni az alaptámogatást is a következő szerződési ciklusban, és természetesen a bónusztámogatást is, és ezt egységesen alkalmazná minden csapatra, annak érdekében, hogy eredménycentrikus legyen a támogatás. Ne azt támogassuk, ami évek óta nem teljesít, hanem azt próbáljuk meg elérni a támogatással, hogy
teljesítményeket tegyenek le az asztalra az egyesületek. Tehát én ezt kérném, hogy ennyivel a határozati javaslat egészüljön ki, miután ebben konszenzus volt. Köszönöm. Köszönöm szépen, megadom a szót Nagy Csaba bizottsági elnök úrnak. Köszönöm szépen. Elolvastam az anyagot, és ugye az látszik, hogy a PMFC labdarúgó csapata alaptámogatásként 64 millió forintot kapna a mostani határozati javaslatunk szerint, a Mizo Pécsi VSK 42,4 millió forintot, PVSK férfi kosárlabda szakosztálya 32 milliót, a PVSK több szakosztálya összesen 32 milliót, és a PVSK vízilabda szakosztály 20 millió forintot. Most én összeadtam ezeket az összegeket, és ebben ugye nincsen benne a bónusz összegeknek a mértéke. Ez 190 millió forintot meghaladja, és azt látom, hogy a költségvetési rendeletben ifjúsági civil és sport ellátási keretként 170 millió forint van leírva. Azt szeretném kérdezni, hogy akkor ezeket a szerződéseket miből teljesítjük, mert ez nekem most egyelőre nem világos, és úgy tűnik, hogy a jelenlegi költségvetési rendeletünk alkalmatlan arra, hogy ezeket a szerződéseket, hogyha így marad, alkalmatlan arra, hogy ezeket a szerződéseket teljesítsük, és hát a bónuszokról ugye még nem is beszéltünk, és egy pár bónusz minden bizonnyal hála jó sportszerepléseknek be fog teljesülni. És ha minden igaz, akkor ugye éppen mostanság jár le az a határidő, amit más egyéb sportegyesületeknek írtunk elő a különböző támogatási igényeik benyújtására. Most arra szeretnék választ kapni, hogy hát akkor így, hogyha 170 millió forint van csak beállítva a költségvetésbe, miközben ez az igény ez meghaladja a 220 millió forintot, akkor hogyan lesznek ezek a szerződések teljesítve? Hogyan bízhatnak abban az egyébként nehéz helyzetben levő szakosztályok és egyesületek, hogy ezeket az összegeket megkapják? Ez lenne a kérdésem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megadom a szót Szőcs Sándor úrnak. Tisztelt alpolgármester úr! Ne haragudjon, de én nagyon tisztelem Önt, de most nagyon mérgesen nézek Önre, mert egyrészt nem a kérdésre válaszolt, másrészt nem érti, nem érzi a súlyát a dolognak. Én elhiszem azt, hogy kevés ez a pénz, ami van, de akkor azt meg kell emelni, és meg kell keresni azt a forrást, amivel a városba jól menő dolgokat támogatni tudjuk. Márpedig jelen pillanatban sportban a Pécsi Női Kosárlabda Kft. Van a leggyengébben támogatva a csapatok közül, ha összevetjük a kiadásait, és ugyanakkor olyan csapatok, amelyek nem is hoznak semmi eredményt, óriási támogatásokat kapnak. Tehát én ezt akartam felszínre hozni, ezért kérem ennek az egész rendszernek a megváltoztatását, mert ami rossz most, azon most kell javítani, nem a következő alkalommal, most. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, válaszra megadom a szót Tóth Bertalan alpolgármester úrnak. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Tisztelt képviselő úr, ezen vagyunk. Azon vagyunk, hogy vonjunk be plusz forrásokat az élsportban működő, ott sportoló, versenyző sportcégeknek, sportegyesületeknek, de ezt nem városi forrásból tudjuk biztosítani. Tehát erre utaltam az előbb. A másik közös megegyezéssel történő szerzésmódosításról van szó. Nem tartom valószínűleg, hogy a bármiféle arányváltoztatást meg tudtunk volna tenni, és meg tudtunk volna egyezni. Még egyszer mondom, minden sport egyeset sportcég vezetőivel együttesen és külön-külön is leültünk, és beszéltük végig ezt a lehetőséget, és egyetértettünk abban, hogy a szerzések lejártát követő időszakra vonatkozó koncepciót, elképzelést, akár támogatási mértéket már az idén próbáljuk meg kialkudni, megegyezni azért, hogy a jövő évtől kezdve tudják tervezni a pénzügyi gazdasági helyzetüket. De ezen nem, az arányváltoztatás ebbe a közös szerzésmódosításban nem fér bele. Nagy Csaba bizottsági elnök úr felvetésére annyit szeretnék mondani, hogy ezek keretszerződések, ezért minden
évben külön támogatási szerzést köt az önkormányzat ezekkel a sportcégekkel, sportegyesületekkel. Ez azt jelenti, hogy abban a megállapodásban, amit mi szóban kötöttünk a szervezetekkel, abban az volt, hogy fél évre kötöttük meg velük a támogatási szerződést, ami azt jelenti, hogy ugye fél év végig, tehát június 30-áig a teljes összegnek ugye a felét kapják meg, és majd július 1-től 40%-kal csökkentett összeget, tehát így évre elosztva összességben 20%, tehát fél évre köttetett meg a szerződést, tehát így azt gondolom, hogy biztosította a keret a költségvetésbe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, megadom a szót Szőcs Sándor úrnak. Tisztelt polgármester úr, tisztelt alpolgármester úr! Az lenne a kérésem, hogy ezt az egész előterjesztést módosítsuk úgy, hogy a Pécsi Női Kosárlabda Kft-t kivesszük ebből a csökkentésből, hiszen ez az a csapat, amelyik bajban van. Mindenki tudja, hiszen a városba is híre jár, hogy milyen nagy a tartozása. Sem a labdarúgó csapat, sem a férfi kosárlabda csapat nincs eladósodva. Tehát ezért én tisztelettel kérem, hogy ezt a minimális követelésemet teljesítsük. És a csapatnak is ez a követelése. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Nagy Csaba úr jelentkezett szólásra. Köszönöm szépen a tippet. Én ezt értem, tehát elolvastam az állásfoglalás, vagy illetve bocsánat, hogy a közgyűlésről szó, tehát határozat tervezetet, de akkor sem jön ki így ez az összeg. Tehát én azt értem, hogy az első fél évben 40 millió forintot biztosítunk például a labdarúgóknak, és a második fél évben 40%-kal csökkentett összeget 24 milliót, és ezen felül van ugye a bónusz, hogyha elérik azokat a az eredményeket, amiket a bónusz feltételrendszerben elértünk. Most én ezeket adtam össze, tehát a csökkentett összegeket adtam össze, és nekem úgy tűnik, hogy ez nagyobb, mint 170 millió forint jócskán. Tehát ezért volt az a kérdésem, hogy most 170... Én azt értem, hogy fél évre van megkötve a szerződést, én mindent értek, de akkor azt nem értem, hogy mi van leírva ide a határozati javaslatban. Tehát a határozati javaslatban az van, hogy a 2004. évi alaptámogatás összege 64 millió forint, és utána pedig az van leírva, hogy a 2007 első fél évére 40 millió forint, a második fél évére 24 millió forint. Én azt értem, hogy most csak olyan szerződésük van, ami az első fél évi apanázsnak a kifizetésére szól. Hát ezt értem, ez világos. De a határozati javaslatban az van, hogy nekünk az a szándékunk, hogy a szerződés lejártát követően gondolunk, kötünk egy új szerződést, és akkor 40%-kal csökkentett mértékben, de mégiscsak adunk 24 millió forintot mondjuk a labdarúgóknak. Arra vonatkozóan viszont nincs forrás a költségvetésben, és arra irányult a kérdésem, hogy a második fél évet akkor hogyan fogjuk, tehát akkor pontosítom a kérdésemet, hogy akkor hogyan fogjuk azt kifizetni, mert hogy a költségvetésben nincsen erre forrás. Most nyilván ez egy népszerű kérdés itt az ellenzék oldalról, hogy az esti órában, de én azt gondolom, hogy ez egy fontos társadalmi kérdés ilyen vonatkozásban, és erre szeretnék nem csak a magam miatt, hanem a sportolók, meg a sportvezetők, meg a sportrajongók miatt is egy viszonylag megnyugtató választ kicsikarni önöktől, hogyha lehet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Jóász István bizottsági elnök úrnak adom meg a szót. Köszönöm, polgármester úr, a szót. Én annak okán kértem szót, hogy az előző ciklusban a sportbizottságot vezethettem 2,5 éven keresztül. Közöm van nyilván nagyon sok sportvezetővel együtt, akik a sportkoncepciót készítették el a 3 éves szerződések megkötéséhez, amit annak idején igen nagy eredménynek könyveltünk el, pontosan a biztonságos tervezés miatt, amit Páva Zsolt egyébként említett. Én nem gondoltam, hogy ebbe a kérdésbe most szót kérek, csak arra szeretném kérni Szőcs képviselő urat, hogy ne követeljen, maximum kérjünk mindannyian, és én meg azt kérem, és nem követelem, hogy hagyjuk meg politikamentesnek a sportot, mert ezekben a kérdésekben higgye el, mi egyetértünk. És az nem politikai kérdés, hogy ki mennyit kap, mert ez az arány, ez egy régi
két évvel ezelőtti koncepció alapján került szétosztásra, és ne kezdje ezt most boncolgatni, anélkül, hogy egyáltalán ennek a belső struktúráját, tartalmát, vagy netán a városi sportkoncepciót olvasta volna. Ha olvasta, akkor én elnézést kérek öntől, de ha nem olvasta, akkor ne is mondja azt, hogy miért ennyi, meg miért annyi, és ne követeljen olyan dolgokat, aminek nincsen semmiféle reális szakmai alapja, csak mint egy szurkolói igényként lép fel ez, mert ezzel egyet tudunk érteni, és én is egyet értek önnel, hogy mindenkinek többet kellene adni, Mizónak is, focinak is, és a fiú kosárlabdának is. Az, hogy mi mögött milyen szakmai képességek és teljesítmények vannak, azok kérdőjelezhetőek és megkérdőjelezhetőek. Lehet, hogyha mi elmegyünk ketten együtt teniszezni, akkor ön igen kemény erővel és energiával befektetett munka alapján még mindig ki fog tőlem kapni, de hát az attól függ ugye, hogy hogyan állunk neki a kérdésnek, és milyen energiával és teljesítmény, honnan indulunk és hová akarunk eljutni. Szóval azért mondom, hogy ebben nem menjünk ebbe a kérdésbe bele. A másik pedig az az, hogy egyetértek Páva Zsolttal, és egyetértek Nagy Csaba képviselő úrral is, de miután a költségvetést egységes szerkezetben ma már elfogadtuk, én azt javaslom, hogy úgyis a költségvetés, miután a tartalék sorokon rajta van a sportnak a 150 millió forintos támogatása, hogy lesz lehetőségünk arra, hogy a költségvetés úgyis módosításra fog kerülni a bevételek, illetve a racionalizáló intézkedések következtében rendelkezés álló plusz források miatt, és akkor majd ezt a egyébként csak 20%-kal csökkentett, idézőjelben mondom, hát hiszen az egy nagyon nagy összeg a sport tekintetében is, 380 millió forint helyetti 320 millió forintot tekintsük ma kiindulási alapnak. Mert azért az is nagyon fontos, hogy az amatőrsport, az utánpótlássport és a diákok is megkapják majd azokat a pénzeket és támogatásokat, ami a pályázatukban szerepel. De ennek nem ez a mai nap lesz az ideje, hanem az első olyan lehetőség, amikor a források beérkezése után módosítani tudjuk majd a költségvetést. Én azt gondolom, hogy bizottsági elnök úr is ezt mondta volna költségvetési bizottság elnökeként. Én kérem szépen, hogy támogassák a szerződések módosítását, annál is inkább, mert alpolgármester úr és polgármester úr ezeket a tárgyalásokat levezényelte, és szintén egy konszenzus alapján, az arányok tekintetében is konszenzus alapján született meg ez a mostani szerződésmódosítás. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, megadom a szót Fusz Gábor bizottsági elnök úrnak. Köszönöm a szót. Szőcs úrnak szeretném válaszolni, és tényleg csak megerősítve az előttem szólókat. Ahogy már el is hangzott, bizottsági ülésen a bizottság nagy összhangban merem mondani, mert mindenki itt van. Többször is hangoztatta azt, hogy amint az idei pályázatok elbírása megtörténik, két okból kifolyólag is, az egyik az az, mert több szerződés idén év végén lejár, és ezekre fel kell készülni, hogy hogyan dolgozzunk tovább. Másik pedig a költségvetési helyzetből kifolyólag is felül fogjuk vizsgálni a koncepciót. Itt kanyarodnék egy pillanatra a Kővári képviselő úr megjegyzéséhez is. Én nem támogatnám, hogy ebbe az előterjesztésbe a javaslatát bevegyük, mivel a bizottság ügyrendjében is benne van az, hogy évenként a sportkoncepciót kötelezően megvizsgálja és aktualizálja, amennyiben erre szükség van. Tehát ahogy a polgármester is már elmondta, valójában szükség van arra, hogy a sporttámogatások rendszerét megvizsgáljuk. Nem tudhatjuk előre, én úgy gondolom, elég nagy bátorság lenne kijelenteni bárki részéről, hogy már most tudja, hogy mi a helyes megoldás. Meg kell vizsgálni, és mindezek fényében én úgy gondolom, hogy a bizottság meg fogja tudni hozni a megfelelő döntést. Tehát szeretnék még egyszer mindenkit megnyugtatni, hogy amint az idei pályázatok elbírálása megtörténik, felül fogjuk vizsgálni ezt a támogatási rendszert. És még csak egy utolsó megjegyzésem lenne a Mizó kosárlabda csapattal kapcsolatban. Én természetesen egyetértek önnel mind az eredmények és mind a befektetett munka kérdésében. Ezt úgy gondolom, hogy senki nem vitathatja el. Viszont az egyesület képviselői ugyanúgy ott voltak azon a közös megbeszélésen, amelyet a polgármester úr vezetésével folytattunk le, és ők elfogadták ezt a 20%-os csökkentést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, bizottsági elnök úr. Megadom a szót Tóth Bertalan alpolgármester úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Egyetlen egy nyilatkozatot és javaslatot szeretnék tenni. A nyilatkozatom pedig az, hogy
Szőcs képviselő úr módosító indítványát nem tudom befogadni, úgyhogy gondolom akkor erről külön kell majd szavazni, és javaslatot teszek a vita lezárására. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az előterjesztő javaslatot tett a vita lezárásáról. Vita nélkül az ügyrendi kérésről szavazunk. Kérem, hogy szavazunk arról, hogy a vitát lezárjuk-e. Kérem, hogy most szavazzanak. Köszönöm szépen, 26 igen, 5 nem és 2 tartózkodással az ügyrendi indítványt a előterjesztő elfogadta. Frakciónként 5 perc hozzászólásra van még lehetőség. Megkérdezem, hogy ki kíván ezzel a lehetőséggel élni. Kővári János, ÖPE frakció. Megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Határozati javaslat módosítást javasoltam, és erről nem szavaztunk. Nyomkodtam én itt az ügyrendi gombot folyamatosan a szavazás előtt. Nem tudom, hogy miért nem kaptam meg a szót. Mert hogy erről nem szavaztunk még. Jó. Köszönöm szépen. Tehát azt szeretném még egyszer kérni akkor, hogy erről a határozati javaslat kiegészítésről is szavazzunk. Azt nem értem pontosan, hogy a bizottsági elnök úr miért mondta azt, hogy most erről ne szavazzunk, hogy bekerüljön annyi kiegészítésként, hogy nem csak hogy a sportkoncepciót felülvizsgálják, nem ezt javasoltam pusztán, hanem hogy aképpen teszik ezt, ahogy ebben már konszenzus volt, hogy az eredmény orientált legyen, és nulla bázisról indult. Tehát itt az alaptámogatási rendszer, ami ebben van, az tényleg nem követi csapatok eredményességének a mutatóit. Tehát ezt kértem, és úgy tűnt, hogy ebben konszenzus van, nem értem, hogy miért ne kerülhetne bele. Köszönöm. Köszönöm szépen, Frasszúzet úr. Előterjesztő közben jelezte, hogy a javaslatot befogadja. Tehát megadom a szót Tóth Bertalannak. Köszönöm, befogadom a módosító javaslatot. Köszönöm szépen. További hozzászólások frakciók részéről. Amivel nincs, akkor először Szűcs képviselőnek a módosító indítványáról szavazzunk az előterjesztéshez, amelyet az előterjesztő nem fogadott be. Kérem, hogy most szavazzanak. Köszönöm szépen, 9 igen, 23 nem és 2 tartózkodással módosító indítványt a testület nem fogadt el. Kérem, hogy akkor a Kövári János frakcióvezető úr által javasolt kiegészítéssel együtt módosított határozati javaslatot tartalmazó előterjesztésről szavazzunk most. Lehet szavazni. Köszönöm szépen, 27 igen, 3 nem és 6 tartózkodás mellett az előterjesztést a közgyűlés elfogadta. Rátérünk a 8-as számú napirendi pontra, a 2007 évi lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás állami támogatásának igénylése. Előterjesztő Sík László Lajos bizottsági elnök, aki jelezte, hogy nincs szóbeli kiegészítése. Megkérdezem a képviselőket, hogy kérdés az előterjesztéshez kapcsolódóan van-e? Amelyben kérdés nincs, észrevétel, hozzászólás. Amennyiben az sincs, akkor kérem, hogy az előterjesztésről szavazzunk. Most lehet szavazni. Köszönöm szépen. 35 igen szavazattal egyhangú döntés született. De tájékoztatnám képviselőtársaimat, hogy edzőasszonnyal konzultálva a ominózus napirendnél tett hiányunkat nem kell most pótolnunk, mert az ügyrendi bizottság, pontosabban a költség,
Önkormányzati Bizottság saját hatáskörben el tudja dönteni ezt a kérdést, tehát ennek a bizottságnak a hatáskörben tartozik. Kérem a frakciókat, hogy egyeztessenek a szemmijavaslatok tekintetében, és az Önkormányzati Bizottság fog dönteni a kérdésben, hogy az előterjesztésben szerepelt. Napirenden kívül hozzám egy felszólalás érkezett. Páva Zsolt úr jelezte, hogy napirenden kívül kíván szólni. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt közgyűlés, mához 2,5 hétre, március 4-én népszavazás lesz Pécs városában. Első alkalommal történik egy ilyen fajta népi megnyilvánulás, népszavazás egy konkrét ügyben, lokátorral kapcsolatos témában. Én most nem szeretnék szólni se pró, se kontra lokátor ügyében, hogy támogatjuk, vagy támogatom-e, vagy ellenkezőleg ellenzem-e, ez nem témája a felszólalásomnak, viszont azt én nagyon szépen szeretném kérni, főként tisztelt polgármester úrtól és valamennyi képviselőtársamtól, hogy tekintettel arra, hogy egy nagy jelentőség ügyben történik majd népszavazás, egy fontos ügyben kellene, hogy a pécsi polgárok minél nagyobb számban fejtsék ki álláspontjukat, legjobb belátásuk szerint. Ezért én azt szeretném kérni, hogy ezügyben az önkormányzat a sajátos média lehetőségeivel érjen, használja ki azt a lehetőséget, hogy televízióval rendelkezünk, használjuk ki azt, hogy külön heti sajtóorgánummal rendelkezünk, rádiód is van közünk, ugyanis az a szomorú benyomásom kezd kialakulni, hogy a média számára ez az esemény, ami még egyszer mondom, kiemelkedő fontossággal bír, ez nem jelent különösebb újdonságot és vonzerőt, és én szeretném még egyszer ezt az alkalmat megragadni arra, hogy legalább a mi házunk táján jó lelkismerettel eljárva tegyünk meg mindent, hogy az önkormányzat médiumai és az önkormányzat tisztségviselői ebben az ügyben példamutató módon járjanak el, és a pécsi polgárok figyelmét erre a rendkívül fontosság ügye hívják fel, és biztassák azokat, mindenkit, aki tud, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt ezen a kiemelkedő jelentőségű eseményen. Ebben kérem még egyszer a közgyűlés és polgármester úr személyes közreműködését. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a felvetést. Ezt kapcsolatban szeretném elmondani, hogy miután ez már korábban többször téma volt, felvetették önök, én a sajtóhoz fordultam, hogy kértem, hogy az ő lehetősége közepette a lehető legszélesebb körű tájékoztatást adják meg ebben a kérdésben, hogy valóban minél több polgár menjen el szavazni március 4-én, és a lehető legtöbb információ, korrekt információ birtokában tehesse meg. A pécsi hírek az a kihirdetéstől, vagy a népszavazás kiírásától kezdődően minden héten foglalkozott ezzel a kérdéssel. Tájékoztatom önöket, hogy a legutóbb most megjelent számban is foglalkozik a címlapon, illetve a belső oldalakon pedig a népszavazással kapcsolatos eljárási kérdésekről. A Pécs TV többször foglalkozott riport és tájékoztató formájában ezzel a kérdéssel, valamint az értesítéseket a választási iroda vagy bizottság kiküldte, és jövő héten pedig megkezdik a szavazatszám bizottság felkészítése. Annyit tudok tenni, hogy még egyszer kérem sajton keresztül is, hogy valamennyi médium, amelyik ezzel a körben tud segíteni, tegyen meg mindent, hogy a lehető legszélesebb és legpontosabb információt birtokában tudjanak elmenni a választók március 4-én szavazni ebben a kérdésben. Én többet nem tudok, nem is akarok megtenni, sajtó önálló hatalmi meg tudja tenni. Köszönöm szépen, több napirenden kívüli hozzászólás nem érkezett hozzám, ezzel Kővári János ügyrendi kérdésben kér szót. Köszönöm a szót, polgármester úr, csak egy rövid megjegyzés, hogy mind a kiküldött értesítésekben, mind a pécsi hírekben, a népszavazásról megjelent hírekben nem jelenik meg az, hogy miről szól a népszavazás, csak pusztán egy népszavazás. Ezt valamilyen módon érdemes lenne korrigálni, amit még lehet, mert honnan tudják, nagyon sokan nem tudják, hogy miről van szó. Tehát ezt kérném, hogy erre nyomatékosan hívják fel a figyelmet, hogy ez miről szól ez a népszavazás. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagy Csaba képviselő úr. Köszönöm szépen, polgármester úr. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgok azok, amikről beszélünk, és én köszönöm dr. Páva Zsoltnak is, és polgármester úrnak is a közreműködést ebben a kérdésben. De azt gondolom, hogy ha van már média felületünk, van egy heti reklámújságunk, akkor az én javaslatom az, hogy reklámozzuk, még egyszer mondanám, reklámozzuk a március 4-i
népszavazást. Én arra gondolok, hogy például a Pécsi Hírek újságnak a címlapján reklámszerűen kellene megjelentetni a felhívást, hogy az emberek jöjjenek és döntsenek igennel vagy nemmel a lokátor kérdésről. Ne száraz választási felhívást tegyünk be az újságba, amit gyakorlatilag szinte senki nem fog elolvasni, mert egy közleménynek tekintés nem igazán foglalkozik vele. Én azt gondolom, hogy a Pécs TV-nek kutya kötelessége lenne mondjuk a mindennapi híradó előtt egy fél percben egy reklámblokkot leadni, hogy pécsiek 16 év után először szavazhattok, dönthettek a saját sorsotokról, és ugyanez vonatkozik a Pécsi Televízió Kft. Tulajdonába került, vagy üzemeltetésébe került rádióra. Tehát én azt gondolom, hogy ennél többet kellene tenni, mint amit eddig megtett kötelességszerűen a sajtó. Én azt gondolom, hogy ha van rá lehetőségünk, és nyilván ezek ilyen vonatkozásban akár ingyenes reklámfeletként is kezelhetők, legyenek reklámok a rádióban, legyen reklám a Pécs Televízióban a híradó előtt, és legyen egy címoldalon, most lesz két hét a Pécsi Hírekben felhívás arra, hogy menjenek el az emberek március 4-én szavazni. Én azt gondolom, hogy ezeket kérhetjük ezektől a médiáktól, és azt gondolom, hogy olyan társadalmilag fontos eseményről van szó, ami kérés elől nem tudnak kitérni a szerkesztők, főszerkesztők. Ezt szeretném kérni polgármester úrtól, önnek van arra lehetősége, hogy ezt kérje tőlük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, további hozzászólást nem látok. Ezt az adást egyenesbe közveti a Pécs Televízió, valamint tudósít erről a közgyűlésről a Pécsi Hírek című újság is, akiknek én ezúttal is a figyelmébe ajánlom, és kérem azt, hogy a ő lehetősége közepette mindent tegyenek meg a korrekt és hiteles tájékoztatásért. Én polgármesterként annyit tudok elmondani, hogy megkérek minden pécsi választópolgárt, vagy szavazópolgárt, hogy menjen el március 4-én és éljen a szavazási lehetőségével. Úgy gondolom, hogy önkat vezetőként ennyit kell megtennünk. A sajtó irányban pedig kéréseket megfogalmazhatunk, de a sajtó, mint önálló hatalmiág, maga dönti el, hogy mit tud tenni ebben a kérdésben. Két kérések megfogalmazottak minden oldalról, remélem, hogy a sajtó ezt megteszi. Másnap jelenti pont nem lévén, én szeretettel szeretnék elköszönni a Pécs TV nézőitől is. Érezhető volt, hogy akik kitartóan nézték a mai műsort. A legközelebbi ülésünk az március 1-én kerül megrendelő összehívásra. Most pedig befejezésként egy zárószavazást kérnék a jelenlétről, és valamennyiknek a munkáját megköszönöm, a tévénézőnek pedig nyugodalmas jó éjszakát kívánok. Most lehet szavazni. Kedves nézőink, majdnem 9 órán át tartó vita után a közgyűlés végül elfogadta a város idei költségvetését. Ennek értelmében 2007-ben összesen 36 milliárd forintból gazdálkodhat a város. Ebben 4 milliárd forint hitelfelvétele is már beletartozik. A koncepció része 400 álláshely, ezen belül 300 pedagógus státusz megszüntetése is. A büdzsével együtt ezt is jóvá hagyta a közgyűlés. A képviselők elfogadták Pécsváros akciótervét, ez azokat a nagy beruházásokat tartalmazza, amelyekhez az önkormányzat 2008-ig önerőt tud biztosítani. A testület módosította a kulturális főváros program egyik beruházása, a nagy kiállítótér leendő helyszínét. A létesítmény így a Papnövelde utca helyett a Káptalan utcában a mostani szabadtéri színpad területén épülhet fel. Kedves nézőink, közvetítésünket befejezzük, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!